uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 6 óra múlt 12 perce. Pont, hogy lenyertem. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Ezt úgy szeretem, ezt a mondatodat. Azt a mindenit. Megküzdöttem vele, de lement. Finom volt? Még nem tudom, mert még a végén vagyok. Az még a, tudod, a közepén derül majd ki, amikor odaérsz a töltelékhez, akkor kaptunk ajándékbe beiglit. Így van, nagyon-nagyon sok voltak a Pest Erzsébeti Nosztalgia Cukiból, küldtek egy pár kis beiglit, meg egy kis trüffeltortát, meg egy kis kókuszcsokot, meg egy kis besztassamat, hogy jól induljon a reggelük. Hát, nem profiuk, de basszus, majd kis sós aprós van nekik egyébként. Az minden cukiban van, gyerekek, sós aprós üti. Igen. Van, és sajnos nem is akármilyen. Sajnos. Mindjárt osztályozzuk a beiglit, hogy könyörtelenül ítéletet mondunk. Még nem értem, még a szélét haraptam le, oda a csücskázat, hát nincs töltelék, azon túl kell lenni. Oda kénytelenek nem rakni tölteléket, hiszen nem tapadna össze a tészta. Igen, úgyhogy mindjárt beljebb megyünk. Annak semmi értelme nincsen. Van egy csomó ilyen értelmetlen dolog az életben, mint például a beigli vége. Igen, mint a párizsi vége, de hát valahol vége kell, hogy legyen. A párizsi véget én szerettem régen, mert az úgy volt, hogy leszelték több, mint érték 15 dekát, és a végén volt egy ilyen nagy vastag párizsi vég, és azt nálunk oda tették. Igen, csak amikor tudod, fóliás, vagy amikor emlékszel az emlékbe töltött, és akkor tudod, hogy beleragadva ilyen, hát ilyen, nem mondom, hogy mire hasonlít. Igen, jó, csokornyakendő. Igen. Az nem annyira. Azt annyira nem kedveltem. Annyira nem kedveltem. De valaki például a tésztának az éget szélét, az kifejezetten szereti ezt az összesült részét. Például ha meggyes piskótát csinálok, akkor még mindig megszórom körbe a szélét, és az úgy oda, kicsit odakozmál, és ott nagyon sűrű a megy benne, isteni. Basszus, nem fog örülni, Gyula, mert belefolyik a nyálam a mikrofonba, és igen, és a szivacsot kell cserélni. Jó, tényleg cserélni szivacsot. Így van, felraktuk a bumszlit. A krisztályét. A bumszlit, igen, a krisztályét. Na, minden oké, okay, minden rendben? Minden rendben, valahogy azt tapasztaltam, hogy a Zsüle reggelenként mi ugye megszoktuk osztani egymással testvériesen a reggelinket, a kis szénhidrát adagunkat, és azt kell, hogy észrevegyük, hogy vannak helyek, amit nagyon szeretünk, nagyon kedveltünk, de hogy így évvége felé átalakulnak egy kicsit ilyen valahogy a profiljuk átalakul, és átmegy egyfajta ilyen burkolt áremelésbe a történet, mert hogy januárban elindult ekkorával a sajtos croissant, most meg így mutattam a Zsülnek, és így mi? Csak ennyi. Tudod, tehát, hogy... Azt szokták, hogy nem árat emelnek, hanem nem, csökkentenek a mi hanem felére összement. Most lehet, hogy egy 5 percet tovább hagyták bent a sütőben ezt a bizonyos croissant, de az is lehet, hogy... úgy érzed? Hát azért igen, felére csak igen, nem. Igen. Tehát, hogy ennek képzeljétek el a háromszorosát. Na most ez... Az nem túl ez nagy. Ez az ötszöröse volt még januárban. Ez nem túl nagy. Úgyhogy... Takarékoskodnak karácsonyra, neki is kell ajándékot venni. Persze, valamiből. De mondjuk az is igaz. Na januárban vissza. Szeretnék cserélni a trónörökössel egy napra. Csomagmontás. Olyan jó hírem van a 13. Na. kerületből, gyerekek, ezt elmesélj meg karácsony, hogy megfogadtam, most már csak jókat mondok, már úgy értve, hogy jó sztorikat, dobom mindjárt százast, igen. Azért ezt még ne dösd el előre, hogy utólag elmondjuk. De ne, hogy úgy jókat érted, hogy ami pozitív. Na, ja, úgy azt hiszem. Most mindenki szíveséget tesz, mert be tudod fejezni ezt a kis beiglit. Ezért próbáljuk meg, hogy te szépen, csak a műanyagot vedd le róla, nagyon szépen kérlek, mert pont azt teszed. Mi volt a 13? Hogy a műanyagot vedd le róla, mert... Levettem. Mentem tegnap Somályra, mentünk edzésre, és már nem megyünk bringával, azt mondta az én drága párom, hogy szerinte ehhez már hideg van, mert múlt héten még ilyen plusz 4 fok volt. Ne, simán biciklivel mentünk, én imádtam. Menjünk kocsira, és mondom, hogy de akkor parkolót kell fizetni az óvoda előtt, most ott mire megtalálom a izét, számot, nem tudom. És mondta, hogy az van, hogy nálunk reggel 8-kor, meg délután 4-kor az óvodák, iskolák környékén nem mennek a parkolójegy ellenőrök büntetni. Ki lett hirdetve, hogy az van egy órácska, amikor amnestiát kapsz érted azért, hogy beszaladhass a gyerekedért. Találtak valahol közelebb egy kórház. Ez olyan tök jó, nem? Elmentek inkább a helyi bölcsödébe. Igen. És a bölcsiseket abbajgatja. Nem, hogy ez olyan jó fejség, hogy beszaladsz a gyerekén, ami nyilván 5 perc. Tehát 5 percre mi a francnak be kell dobni pénzt, nem is tudsz, hiszen fél óra a legkisebb idő, és akkor azt mondták, hogy akkor addig mi nem abbajgatjuk. Hát a telefonon indítod, akkor lehet 10 perc is. De tök mindegy, akkor is, akkor van egy 70 forintos, most minden nap 70 forintot kidobsz, mert van egy kezelési költsége, ugye az SMS-esnek azt hiszem 70 forint. De nem lehet, hogy csak ott az ott dolgozó SMK megfenyegette őket, hogy kitépje a szívüket, és letépje a hajukat, és a vájukat, ha még egyszer ide jöttek. Ha
még egyszer idérnek, és az önvezérelt SMK-sok bosszút forraltak, és sikítozó nők rohanták meg a parkolóőröket. Mi vagyunk az SMK felirat, és hülyére verték őket, nem lehet? Lehet, hogy az SMK-ban nem mernek oda. Sűrűn előfordul. Az SMK azért igen, más tészta. Az SMK gyors reagálású kommandója megrohant őket. Igen. Hát vagy tényleg az történt, hogy Lajos, itt van közelben egy szocializmus gondozó. Hallod? Minik a szava. Ha mire fölér már négyszer megbüntettem. Hallod? Hallod? Már olyat ezekre, mert bilincsítős át ezek, mire visszajönnek. De ez jó felség, ha ebben van tudatosság. Tudom, van benne állítólagosan, az, hogy minden ilyen intézménynél reggel meg délután, amikor jönnek meg, amikor mennek a gyerekekért, akkor van egy kis szünet. Na, akkor korrekt. Ez a mi óvodánkról nem mondható el, mert nálunk meg rendszeresen feltörik az autókat, mert pont egy percre ugrasz be ugye a gyerekért, és az pont három naponta három autót törnek fel az óvoda előtt, de most már valamelyik nap ott állt a polgárőrség őrizni a szülők autóját. Mert hogy ráment egy csapat arra, hogy... Hát és benne is hagyod a táskát. Bent hagysz mindent, amíg beugrasz, nem jön senki. Két naponta törnek fel három darab autót. Szörnyű. Jézusom. De a polgárőrök ott voltak. Nem. Ha most álltak oda, de ez egy éve zajlik, úgyhogy vagy fél éve, most már egyik oda állt. Ilyen, hogy hívják, ilyen facsarokkal áthajtott baseballütőkkel. Igen. Biztos van bácsfegyver a polgárőrök kezébe. Már az autó elég maga, hogy ott van, de nálunk meg pont ezt csinálják, tehát nálunk nincsen verség. Igen, mert megállsz a másik sarkon, az óvoda előtt már nincs hely, akkor az 5 perc még odaérsz, bemész a gyereké fölött, 10 perc beszélsz, kész mondod, az pont elég arra, hogy betörj egy autó. Ja, semmire látja, befordulsz az óvodán, mire beérsz a gyereké, már vitték is a tuccodat. Hát és simán el tudom képzelni, hogy egyébként van kint valaki, aki csekkol, ott sasol, még fölmész a gyerekkel. Persze. Azt nézik. Jó ez a begli, ötös osztályozásról egy hármas tudok ráadni. Az már jó, az tényleg. Tényleg. Egy nagyon erős hármas. Jó, itt könyörtelen Károly rovata. Mondok majd egy helyet, hogy hol kóstold meg. Az veri ezt. Az négyes? A közepén. Vagy az ötből ötös? Nem, az döbbenet, hogy milyen beiglit csinálnak. Igen, mert én azt a beiglit szeretem, hogy nagyon vékony a tészta, és nagyon sok hát a töltelék, és nem fulladsz meg, ahogy eszed, mert olyan sok benne a töltelék, hogy és egy picit vastag a tésztája, de van, ahol szinte nem is látod a tésztát. Itt van, mert elmondom, nem messze. Egy mákosat és egy diósat vegyél. De akkor ott hozok neked, mert én mindig ott veszem. De az utóbbi. Jó. Most vettem tegnap egy diósat. Nem is kell, ő ajánlotta. Én nem erőszakoskodtam. Ez finom, picit száraz, de jó. Pici, azért, mert hogy ugye ezek ilyen izék, ilyen mini beiglik, és hát ez lehet az oka, de jó egyébként. Én nem csinálnak rendeset, hogy... Na jó, állítsak. Már nagyot. Hát nem, már most ja, nem csinálnak, hogy csinálnak. Ja, van nagy, csak ez nem. A kis, ez az ajándék. Pici fújtos. Ebben az a jó, hogy bemész ugye a cukrászdába, és akkor azt mondod, hogy beiglit szeretnék enni, de azért, hogy most elfogyasszak egy kávé mellé, vagy egy cappuccino mellé, akkor nem veszek már meg egy rudat, mert hát, ha megvan belőle egy másfél kiló. De ezt sem veszed meg ott, hogy meg egy ilyet megeszel hát, kávéval? De. Egy kicsit szigorúbban nekülök, még négy ilyet sem embetolok. Jó, de nem hízom. Na, nézzük az SMS-eket, mert nagyon sok van, úgy látszik, ma már mindenki az utolsókat fújja, és még fel kell korán, aztán már készül a nagy pihenésre, de nem szokott ennyi SMS-ünk lenni reggel. Ez tök jó volt veled, de azért dobj egy százasat. Már bedobtam. Na, azt mondja, hogy... Lassan azt is el kell döntenünk egyébként, hogy mi legyen a pizzel. Igen. Így van. Tovább egy évig még. Az is igaz. Meg kell beszélni tényleg, hogy mi legyen, mert most már van benne azért egy pár tízezer forint szerintem, ha nem loptak belőle. Végcsi út járhatatlan, több tízezer ember akadályozza a forgalmat, akik a Kunigunda útjához mentek tüntetni az Eurovízió zsűri döntése ellen. Hát igen, gyerekek, nem vagyunk bent az Eurovízióban, nem. és én mondtam, hogy picit naftalin szagú a zsűri. Nem picit. Tehát imádom Balázs Fecót meg Frerez Károly, de hát hogy köszönöm viszonyban sincsenek azzal, ami most jelen pillanatban Magyarországon zenei fronton történik. Én értem, de hát azért ők erősen dolgoznak azon, hogy a státuszkót úgy tartsák fent, hogy senkinek ne legyen esélye, aki némi humort vagy némi mást akar ebbe a dologba belecsempészni, úgyhogy nem választotta be minket. Jót rögtek, tetszett nekik, aztán kidott viszont. Na, jó van. Tudjátok, miért érdekes a dolog, mert hozzám tegnap olyan egy csomóan írtak, meg találkoztam is személyesen emberekkel, és mondták, hogy milyen tök jó volt ez, hogy mi összefogtunk az M1-gel azért, hogy megtoljuk az eurót. Érted? Mindenki azt gondolta, mert annyira jó volt a dolog, hogy ez, azt gondolták, hogy ez egy profi kampány azért, hogy jó legyen a dal. És nem értették, hogy most akkor mi miért nem vagyunk bent, hiszen mi nyilván együtt. És mondtam, hogy mi nem dolgozunk együtt. Ezt mindenki így gondolta, csak ők nem. Érted? Mert, hogy... Tehát, hogy mindenki azt hitte, hogy ez egy tökéletes fölépített promóció. Ők nem tudják, hogy mi ez a profi kampány, meg hogy mire lehetne használni ennek a műsorban. Gyerekek, hát semmi, hát az egész köztévé úgy van. Nem nagyon vették a lapot, hogy ez nekik jó. Tehát nekik is jó, mert mi mondjuk egyébként akkor adjuk le a dalt, amikor akarjuk. Tehát, hogy így... Hogy nem?
ennyi körülbelül, persze. De hogy ez nekik is jó lett volna, az így nem esett le. Nem már majd a túl nyomják majd ott a megfejtést, meg nem tudom, és csinálnak egy unalmas műsort. Hát nem baj, nem vagyunk benne. Mondom nekem már, amikor láttam, hogy kik döntenek, akkor már éreztem, hogy ez... Nagy a baj, mi? Nagy a baj, igen, mert pontosan ismerem az ő gondolkodásukat, meg mentalitásukat, és irigykedésüket, és irigységüket a mindenki, aki fiatal és kicsit más képvisel, és még ha nem is zenész, ha zenész, akkor meg aztán pláne. Ja. Tehát meg aztán pláne, hú, de utáljuk azokat, aki fiatalok és zenészek. Úgyhogy, hát nem baj. Ez így alakul. Mi megtettünk mindent. Mi megtettünk minden gyerekek. Így van, abszolút. A dal, megvan a dal, tudjuk játszani, ki kell találni az utóéletét, hogy mit akarunk még vele, vagy elengedjük, ennyi volt benne. Hát vagy pedig ott van a másik lehetőség, hogy megszervezünk egy ellen Eurovíziós fesztivált, ugyanott Svédországban, egy sörsátorban közvetlenül az mellett az épület mellett. Érted? Vagy megpróbálunk, már van. Mi van, ha megpróbálunk Ausztria színeiben bejutni? Mondjuk nem is olyan rossz. Nem tudunk ott valami. Hát, Celine Dion is annak idején, azt hiszem, svájci színekben győzött. Érted? Kell találnunk valami kis országot magunknak. Akinek valami nincs mini államot. Sztárja, és San Marino nem... indult. Na, nem biztos tudom. Indult. Hát de lehet, hogy nem, és ajánljuk föl magunkat San Marino-nak, érted? Lakhatásért cserébe adunk egy dalt. Basszus, tényleg, én például nem tudok róla, hogy a Vatikán valaha indult volna. Tessék. Egyetlen dallal is. A Vatikán színeiben Polgár Péter és a Hungarikul, Hunna dal című. Nem? De, igen. De tökre belefér. Dobjuk át valamelyik megyés püspökünknek. Úgyhogy ennyi gyerekek, mi lezártuk az Eurovíziót. Egy jó, rohadt büdös szót nem beszélek, se a műsorról, se semmiről többet, úgyhogy... Hát, ezt még megemlegetek. Nem, de ezek után értem. Mi próbáltuk, de úgy látszik nem változik semmi. Nem, az MTV-ben nem változik semmi. Isten, pedig lett volna egyszer egy jó másfél millás nézettségük. Nem, ez lehet, hogy így is meg lesz, ez egy népszerű műsor. Hát kevés van az MTV-nek, tehát ezért így próbálnak már valamibe kapaszkodni. A zene és NDK ajándékosarok is nagyon népszerűek voltak. Igen. Sok mindenért azért nem tudod nézni. Nem volt másik csatorna. Sok mindenért nem tudod nézni az MTV-t, meg az MTV-t, ha csak nem azért, hogy kell a kormány segélyt nyalni. Egyébként azért olyan nagyon nincs miért nézni őket. Hát több nincs benne. Több nincs benne, úgyhogy egyébként ez egy népszerű műsor. Ez még egész jó nézettséget hoz. Na, azt mondja, hogy Bali a net már készítékként kezeli, hogy kopaszon vezeted a szombati talentet, úgyhogy légy kemény, azért is kedden vágasd le. Na. Ezt Steel küldte nekünk. Jó, igen. Ezzel mert, hogy itt már készítékként kezeli mindenki. De te hogy kezeled? Még nem tudom. Aha. Délután csörgötte még a Kolosi Péter. Nem. Az egy nagy tekintélyű ember. Humornak szánta ezt ő azért nagy. Szerintem nem. Is. Hát felvetette, de nincs para, ha nem. Tehát, hogy... Neki ez egy jó dolog, ha meg a nézettségnek. Persze, az biztos vágatom, is. De... Érdekes ugye a kétféle mentalitás, ugye, az előző témák meg a mostani, hogy valaki veszi a lapot, valakinek kevésbé. Valaki veszi a lapot, és valaki tudja, hogy kell műsorpromóciót csinálni, valaki igen. Kevésbé, igen. Úgyhogy nem tudom. Én lehet, hogy kitartok, és azt mondom, hogy nem, most már akkora felhajtás, és mindenki készténként kezelik, nem. A kedvem. Meg még annyival is meg nő az esély. Tessék? Meg annyival is nő az esély, hogy elgyengülök. Hát, az már nem, az már nincs. Tehát az a variáció bennem elegen. Már nincs. Ma este céges buli, úgyhogy bármi lehet. Pláne, hogy holnap este. Ja, is mész. Igen, menj oda, majd van egy picit magányos lesz. Nagyon akarod ezt felé, úgy érzem. Már nagyon várom. Ha rám hallgasz, gyere holnap, pár ha odamész ma, és belegíts be a terepet. Tehát megvárlak benneteket. Edd végig a menüt, kóstold végig az italokat, fel se tudja, mi lesz belőle, de szerintem mi holnap megyünk. Jó. De írjál este, hogy milyen volt. Jó? És mondd el, hogy kihúzott, te kit húztál, és mit kaptál ajándékba. Azt mondja, hogy... Amit írnak, még jó reggelt, azt mondja, Szeged felé nem is, puha csirák ezek az M1-en, megint bebizonyították. Ez 3:30-kor jött, valakinek itt beszólogatott, de azt én nem nagyon tudom, hogy miért. Azt mondja, én se gyújtok rá, Karik Balázs félszemöldökét dobjuk még rá. Ezt Egon küldte. Persze, Egon, állom a fogadást, hogy? Persze, még a félszemöldökömet is, így van. M5-ös Budapestről Szegedig jól járható, minden oké, hajrá retro nap, ezt Gábor küldte nekünk. Hát jövő hét szerda, így van. Mondjuk a konkurencia, hogy hallottam itt a promok között, de hát ki tud a Deep House-szal versenyezni. Amit te hozol, azzal a szettel. Ne. Hát én már láttam a CD-ket az asztalodon. Belenéztem. Megőrülsz, olyan jó lesz. Igen, nagyon súlyos. Közeleg már a meghitt. Megfordítottam, és már láttam, hogy kik az előadók. Rosszul olvast. Közeleg már a meghitt ünnep, Balázs fejéről a haj eltűnhet. Örülünk neki, hogy kitartó volt Feri, ezért remélem, ott itt már a hétvégén a fél ország kiröhög. Szerintem vágja a haját, Jani, elég lesz hozzá egy bicska. Egy a lényeg, Balázs, nem az élet kemény, te vagy csicska. Ja, és a saját mondatoddal szúrta meg a végét, de jó vagy. A mindenségét neki. Na jó van, mutatjuk a tegnapi nap legjobb pillanatait. Építési hibákról beszélgettünk, mert hogy Kínában áthúztak villanyvezetékeket egy házon, és a lakóknak mind a lépcsőházban, mind a lakáson úgy kellett közlekedni, hogy lehajtják a fejüket, mert hogy
villanykábelek mentek át a lakáson, és kértük a hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy ők mivel találkoztak, de most kifejezetten újépítésű családi házakra és társasházakra, lakóházakra gondoltunk, amikor beléptetek a 0 kilométeres kulcsra készen átadott kis lakásotokba, és aztán rájöttetek, hogy hát nem éppen úgy történt minden, ahogy azt elképzeltétek. Kaptunk nagyon helyes SMS-eket, ezeket a pillanatokat újra megmutatjuk. 10 perc ma pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. És vannak friss közlekedési híreink. Szentendrei út végig áll Békás megyerig. Budakalászon nagyon csúsznak az utak, nem sóznak rendesen, nem lehet fékezni. Az oka az pedig azért van, vagy az ok, mert hogy befelé a római fürdőnél két autó és egy kamion ütközött. És háromból két sávot elfoglalnak. Vagyis ha azon túl vagytok, akkor már lehet haladni, odáig kell elevickelni valahogy. Ezért áll Békás megyerig a sor, és hát az csak nagyobb lesz. Az csak nagyobb lesz. Megindul a szentendrei forgalom, fölébred mindenki, és jön befelé, akkor ott óriási dugó lesz. Egy sáv járható, tehát ez az oka. Az Aquincumi rész előtt van a baleset, úgyhogy kitartás. Egerben a Kistályai úton a tüzépnél trafi, ezt Kolli küldte nekünk. Köszönjük szépen! És azt mondja, hogy szentendrei úton, igen, azt már mondtam. Jó, hogy állunk játéka? Egy-egy szerintem. Egy-egy? Egy-egy, aha. Na megnézzük akkor, hogy ki a hét játékosa. Ugye? Persze. Az ember mellé nyom. Mit csinált a Scratches? Csak persze. Megláttam a Star Wars premiért, és picit mellé nyomtam, megláttam Harrison Fordot. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Hello, jó reggelt, sziasztok! Szia, jó hello. Reggelt! Hello, Zoli, hello! Merre vagy, Zoli? Nem Zoli, nem Pisti. Zoli. Az főleg akkor, ha Pisti vagy. Ja, aha. István, így van, azt is látom, igen. Ja, hogy Anna más írt nekem, aki Zoli, az más, oké. Okay. István, hello, honnan hívtál minket? Én most éppen Szadáról hívlak titeket, mert a munkahelyemen áldogálok, várom a munkakezdést. A munkakezdés, mi leszel majd? Vagy mit kezdesz majd csinálni? Hát én autószerelő vagyok, úgyhogy várnak rám a beteg autók. A beteg autókat javítgatod. Hát ez jó is. Mindig van melója egy autószerelőnek, az azért jó. Nem, kevés. Ugye, igen. Hogy az egy állandó, az állandó jó meló, mert autó mindig van. Tehát abban mindig meg lehet élni. Így van. Igen, az emberek mindig lesznek éhesek. Igen, legyél szakács. De tényleg így van, kajából, piából, autószerelés, tehát vannak ezek a standard foglalkozások, ez mindig jó. Tehát erre mindig szükség van, igen. Kivel játszanám? Janival szeretnék játszani. Megtisztelsz, köszönöm szépen. Miért nem volt egy fikarcnyi őszintesség a hangodban? Hát mert profi vagyok. Ez a ő megtisztelsz. Úgy nem éreztem, hogy te játszani akarsz. Na figyelj, indítatjuk az órát? Persze. 3-2 egyetesek. Na, István Váci, ugye? Váci autószerelő. Szadáról beszélek. Ja, Szadán laksz? Váton lakok. És Szadára járok dolgozni. Aha, vonattal. Szadában a műhely. Szoktam. Hát régebben sokat, mostanában már kevesebbet. Szakszerviz? Persze. Vasár szoktál járni vonattal Veres felé? Veres egyháza? Veres egyházon. Ezt miért kérdezed? Mert ugye bár elég kieső rész így a vonattal, gondoltam jársz arra te is. Ott van a medve farm. Medve otthon? Jól nagyon emlékszem? Jól tudod. Nagyon jól tudod. Nagyon te voltál ott? Aha, a gyerekkel együtt, meg a családdal. Neked van családod? Persze, van két gyerekem. Ó, gratulálok. Úgy tudom, neked is van gyereked. Kislányom van neked. Kislányod vagy kisfiad van? Két kislányom van. Két kislány? Ugye már egy apa csak egy fajtát tud. Egy leműeket tud. Mennyi idős kész vagyunk, vége van. Meg vagy, de 13, most már 14-ben van. Meg vagyunk. Vége is lett? Igen, letelt az egy perc. Így van. Letelt az egy perc. Ó, ez nagyon gyors volt. Na, hát én szerintem. Tesz engem vagy. Igen. Nem, azért egy úgy éreztétek. Igen, egyébként volt csata, abszolút. Megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Ó, köszönöm szépen. Megvan. Az elején bemértük az ütéstávot.
és utána pedig egymásnak estünk. Igen, volt egy kis adókapok. Adókapok, egy kis cicaharc az elején, és aztán elindult. Szagolgattuk egymás farát. Ide-oda egyet. Na jó, van, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszi, hát ezt. Kellemes ünnepeket nektek. Köszi, viszont áldott végig. Öltöztessük a szívünket, lelküket, szeretetbe. Ciao, köszi, hello, hello. Na, Debrecenben a homokerti felüljárónál van egy baleset és dugó, és a Szentendrei az kezd még jobban beállni, úgyhogy meneküljetek, mert nagyon nagy baleset van az Aquincumi résznél, a Római fürdőn. Két autó és egy kamion ütközött. Van egy nagyon jó ötletem, de egy nagyon-nagyon jó. Na. De még annál is jobb, mint amire gondoltok most. Azt csináljuk majd, hogy közvetlen azelőtt, ha ez bekövetkezik, amikor ugye letoljuk a hajlat, csinálunk egy kis videót, egy nagyon pici, nagyon rövid videót, ahogy beletúrsz a hajadba. Oh. És belassítva zenével együtt megcsináljuk. Az utolsó túrás? Az utolsó túrás. És ezt hova tesszük, vagy mit csinálunk? Feltesszük majd a Facebook oldalunkra, meg a honlapunkra is, ahogy beletúrsz utoljára. Ilyen lassan. Lassan, és így leunjad közben az ember. Van, ami szép, igen. Titanic jöhet, ez a Celine Dion. Van, most már ilyen lassítós, tehát ilyen lassítós videót az iPhone tud csinálni. Megrázod. Egy igen, mint amikor a vizes kutya egy kijön a tóból, és megrázza a szőrét. Jó, van, 4 perc, pontosan 7 óra, várunk friss közlekedés híreket, küldjetek nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és folytatjuk, igen. Egy jó kis Nickelback után. Igen. Jó, ez így reggel. Szulajmán, szüljémám, látját? Természetesen. Jaj, nagyon kemény, igen. Szulajmán, megcsináltak a Szulajmán pozzát, szüljémám. Szüljémánnak. Na, nézzük a közlekedési híreket. Az M3-as bevezető majdnem a nullásig arra szól, ezt Eni küldte nekünk. 4-es úton a Tüzépnél piros Ford a Debrecen feletti haladókat, felé haladókat méri. Bocska Peterden a kicsi szurikáták a Szigetvár felől érkezőket figyelik, úgyhogy mindenki vigyázzon, valamint Debrecen homokkerti felüljáron baleset és dugó. Egerben a Kistályai úton a Tüzépnél trafi, valamint a Szentendrei út végig áll. Hát már nem is biztos, hogy Békás megyedig, lehet, hogy tovább. Ennek az oka továbbra is egy baleset, ami hát a Római fürdőnél van, egészen pontosan, csak gondolkoztam. Két autó és egy kamion ott összeütközött, úgyhogy három sávból egy sáv járható, és emiatt van hatalmas dugó. Úgyhogy kitartás. Balirázd a hajad, még megteheted. Nagyon jó. Ha csapódjon. És egyébként a hajbatúros videóhoz már érkeznek a tippek, hogy milyen zenét rakjunk alá. Meg kell csinálnunk. A hajbatúrosat? Bizony. Time to say goodbye, írja Szala. Például. Igen. Mert nem, hát már nincs visszaút ebből. Megcsináljuk. Szerintem az lesz egyébként majd, hogy így karácsonykor, így éjfélkor majd ülsz már a gyerekek alszanak, remélhetőleg, meg mindenki, és ott ülsz majd ott a fenyőfának a fényei mellett, és nézegeted majd ezt a videót. És pici kis könycsepet így eldörgősz itt a szemet. Jó volt. Elraksz egy tincset? Nem. De hogy is? Hát de. Hát együnk már. Legalább ide. Jótékony célra elárverezzük. De az egész nem. Haját árverezzük. De egy tincset nem őrzünk meg. A bárkinek is adnánk jótékony célra, azért 600 forinttal nem biztos, hogy tud mit csinálni. Vagy 400 lesz, ha volt több tudod? Is. Nem tudom elképzelni, hogy azért ebből olyan nagyon sok jönne be. De. Igen? Persze. Szerintem biztos, hogy lennének olyanok, akik pénzt adnának érte. Hiszen benne van a DNS-et. Például Andy klónozhatnának maguknak egy saját Balázs. Dirk és Andy klónozni majd. Meg tudjátok csinálni. Gyerünk, ha gyerünk. Ma megszereztük, nem volt olcsó. Megvan a haj, szerezzük meg, igen. Na, hát már csak néhány napi Star Wars premier. Oh, és egy csomó kérdés eszembe jutott az ilyen típusú premierekkel kapcsolatban. Egyrészt, hogy honnan lesz jegy. Ugye? Tehát tényleg el kéne már mennem megvenni ezt a jegyet. Mert még mindig nem vettem egy. De a barik nem vesznek? Mit? Haverja, hogy nem mennek el, nem veszik meg? Hát ők is annyira vannak havazva, hogy most az volt, hogy én veszem mindenki meg. Mindenki a másikra vár. Mindenki a másikra vár, és akkor már küldjem már dátumot, hogy mikor megyünk. De hát ahhoz meg kéne menni egyet.
Hogy van ez ilyenkor? Mikor érkezik meg a kópia, vagy ezt hogy csinálja? Hát azért ez egy különleges sztori, tehát hogy ez nem egy átlag kópia, gondoljatok bele, hogy ezt a világon mindet, ez nem egy átlag film. Itt szerintem csak az adott napon. Az, csütörtökön van a bemutató, ugye? Csütörtökön. Elvileg nem tudom, hogy van-e premier, ami szerda este van, de szerintem nincsen, mert ugye szoktak olyat csinálni, hogy csütörtökön a forduló, és szerda este premier előtt mondjuk éjfélkor valamit leadnak. Aha. Minden egyes mozi előtt ugyanabban az időpontban fékez egy lesötétített fekete mafium felirat a barkasz. Igen. Páncélbarkasz. Páncélbarkasz. Na de hogy működik a dolog? Tehát mi a garancia arra, hogy mire ez eljut a gyártótól, a forgalmazóig és a forgalmazótól a moziba és a mozigépészig, hogy soha sehol senki nem csinál egyetlen egy kópiát sem. Tehát mi a menete? Megérkezik egy repülőre. Vagy saját változatok. Várj, min van ez? Filmen? Hát, DVD-n? Gondolom egy kis diszken. Hát szerintem már a klasszik filmtekercsen már nincs, már digitális. Már nincsen szerintem. Na de akkor miről megy? Valamilyen digitális adathordozó. Tehát diszket tudok elképzelni, CD-t tudok elképzelni, valamilyen adathordozó. Tényleg egyébként még ezt se tudjuk, basszus. Most miről nyomják már ezt? Kicsi pendrive-okat adnak a mozigépészeknek. Ne, az már olyan kiábrándító, hogy kiszállnak a lesötétített fekete páncélbarkaszból, és akkor adnak egy pendrive-ot. És mi a garancia? Tehát leszáll valahol Ferihegyen egy repülő, megérkeznek a kópiák. Egy fekete lesötétített ankettes. Egy fekete lesötétített ankettes. Kimegy egy fekete lesötétített robúr, ahol belepakolják ezeket a kópiákat, és elviszik az összes nagy moziba. Uh-huh. Jön a mozigépész, aki egy bilincses táskával ezt átveszi. Így van. Hogy ne csináljon másolatot, ezért még ő se tudja pontosan a kódot. De valakinek akkor tudni kell. Hát na ez az. Majd a vetítés előtt egy perccel minden mozigépésznek megszól a telefonja, a kód 0214. Csattan az aktatáska 0214, berakja a diszket, és el kell kezdeni vetíteni. Így van, elindítja a plégomot, de utána megvakítják, és olmot öntenek a fülébe. Tehát hogy csinálják, hogy a mozigépész és az a sok ember, aki találkozik magával a kópiával, az egyébként soha semmilyen úton, módon nem tudja ezt se lemásolni. Nyilván ezek másolás védettek. Nincs már ilyen, hogy másolás védett. Nincs már ilyen, hogy kitörnek a flopin egy ilyen kis... Emlékszel? Istenem! A kazettánál volt. A kazettánál kitörted a kis műanyagot. Nincs, hogy kitörik a műanyagot a flopin vagy a kazettán, és akkor nem tudod lemásolni az ébredő erőt. Egészen addig, amíg egy sziget összalad darabban. Nem ragasztottad vissza. Megint másolatóval. Milyen érdekes, egy csomó olyan automatikus működése van az embernek, amit mész, de nem gondolsz bele, hogy veszed meg, hogy jut el hozzá, hogy ülsz be, és hogy lesz abból ott film. Ugye? Van egy ilyen műsor egyébként, valamelyik égi csatornán láttam, ez ahogy készül, zseniális dolgok vannak benne, de ez például speciál nem volt ott. Vagy külön érkeznek a kópiák? Vagy itt egy jön, és azt itt lemásolják? Megérkezik az eredeti, és abból csinálnak 100 másolatot? Aha, lehet. Hogy átküldik számítógépen? Nem, a doldát az utcáton keresztül jön. Igen. Letölti. És persze is választasz, hogy az AirDrop-on, vagy Bluetooth-on. Igen, de az azért már fizetni kell, de meg van a lassú. Vagy lehet, hogy ugyanúgy van a vetítés, mint ahogy csinálták. Ugye tegnap elmesélte az a lány, akivel beszéltünk, aki dolgozott benne, hogy mit csak ilyen részeket tudott mindenki. Uh-huh. Lehet, hogy így is, itt is úgy van, hogy több részből tesznek össze. Öt barkasz. Na ezért mondom, hogy ez egy baromi érdekes. Nem tudom, baromi érdekes. Mi csak ott bemegyünk, megveszük az ücsinket, megveszük a csokinkat, megveszük szinkronos a popcorn. Szinkronos lesz? Lesz az is. Megfeliratos is? Szerintem igen. Vagy csak szinkronos? De nem egyszerre, hanem szerintem lesz belőle legalább 3 változat. Mi a harmadik hangolámondás? Ne, hát nem. Tehát szinkronos, feliratos, mi a harmadik? Azért az érdekel, hogy mi a harmadik? Tehát, ugye? Lesz a képernyő jobb felső sorgában egy jeltolmács. Ja, azért. Igen. Ha viszont szinkronos? Igen. Akkor ezek a kópiák már szinkron stúdióban vannak. És azt mondják Bucinak. Hogy? Hogy te vagy Mark Hamill. Buci megkapja a Mark Hamill-es részeket, de nem kapja meg a többit értelemszerűen. Uh-huh. De a szinkron rendezőnél ott kell, hogy legyen a kópia. Tehát van már, tehát akkor látta. Már itt van, aki már látta. Tehát van, aki már látta. Ne csináld. Miért nem hát mondja el? Buci. Buci már látta. De Buci nem látta, Buci csak a saját részeit látja. Tehát abból nem tudod összetenni a történetet. Ez hát nem mutatja. Hangmérnök tudja megnézni, szinkron rendező. Na de ha ezt ilyen szinten koordinálják, amiről tegnap beszéltünk, ugye volt egy magyar leányzó, aki a produkcióban dolgozott, elmondta, hogy esélyed nincs még a díszletek közelébe se kerülni, és összetenni a történetet, pláne nem is van 50 vagy 100 ember, aki azon dolgozik, hogy koordinálják azt az 1000 vagy 2000 embert, aki a stábban van, hogy
ne menjen el az információ. Figyelj, aki látta az egészet, aki tud mindenről, az a szinkronrendező. Neki látnia kellett az egészet. Nincs olyan, hogy amikor minden egyes szinkronszínész mellé egy szinkronrendező, és csak ugyanazokat a részeket látják. Nem, a szinkronrendező az egész filmet látta, hiszen ő adja ki a munkát. Ez egy érdekes kérdés. A szinkronrendezők. Igen. Ők a legszerencsésebb emberek. Tehát lehet, hogy Dezső Firajsz Katalin már tudja, hogy miről szól a Jedi visszatér? Szerintem simán. Tehát, hogy akkor ez így ebben a formában lehet, hogy már elképzelhető, hogy ők már tudják. Na mindjárt felhívunk valakit a forgalmazó cégtől, hogy egy kicsit segítsen nekünk, és mondja el tényleg, hogy kerül moziba, hogy adják oda azoknak, akik szinkronizálnak a szinkron stúdióban. Ki őrzi ezeket a kópiákat? Éjszaka hol tárolják? Hát figyelj, nyilván nagyon komolyan megbüntetik a forgalmazót, ha ez idő előtt felkerül az internetre, mert akkor az a forgalmazó hibája. Ezt valahol páncélszekrényben tárolják? Tehát van egy szép, ahol már itt vannak a Star Wars kópiák? Igen. De bocsánat, csak azért mélesztem egy kicsit el, mert rájöttem, hogy nem csak Dezső Firajsz Katalin, hanem Fék György is tudja már, hogy miről szól a film, hiszen ő a férje. Na mi van, csekkoltad, hogy jót mondtam el Dezső Firajsz Katalin, amíg is megijedtél, nem? Ja, igen. Az jó, hogy csekkoltad, nehogy beleszaladjunk valamit, igen. Na. De és elmesélte vajon neki? Azért nem biztos. Felejtésen csomó olyan dolgot elmond az BK-nak nevel aztán. Nem lehet. Nem úgy van, te sem mesélsz el titkokat. Nem mondhatom el. De visszatér, de ő van a páncélban, de az a maszkos, az a Luke. Nem mondhatom el, nem érted? Ha én veszek egy jegyet, mondjuk most vasárnapra, felveszek egy Csubakka jelmezt. Mert nekem Csubakka jelmezben van kedvem elmenni moziba. Aha. Abba megyek moziba, amiben akarok. Uh-huh. Akkor téged nem engednek be. Akkor engem nem engednek be, mert egyébként a Disney engem megbüntet, hogy én ugye használom azt, aminek ők a jogtulajdonosai. Vagy én elmegyek birodalmi rohamosztagosnak egy nagyon nagy nácsosszal a kezembe. Brutál kólával. Jó, akkor ütöm, lejába megcsába a hajam, Viki eljön lejába, meg befonjuk a haját, én meg elmegyek Hánszólóként. Vesztek a Lipótiba két kakós csigát. Akkor engem nem engednek be a moziba, mert a jogtulajdonos azt mondja, hogy semmilyen szinten nem jelenhet meg az, ami ugye hát az ő márkája le van védve, én nem mehetek el Csubakkaként moziba? Hát eleve szerintem neked Luke-ként kellene elmenni. Akkor Luke-ként elmegyek, oké. Inkább Feri. Így van, de jó, nekem hát, nem kell jelmez. Ja, mondjuk ez is igaz. Igen, most már most meg. Nem jelenhettek meg Luke-ként? Nem. Hát mert át mert az figyelni. A Disney. Tehát ők ezt levédik, hogy senki nem mehet el semmilyen fegyverrel, lézerkalddal, műpisztolya, semmivel? És ha most kell, mint Java. De Viki oda, igen. Eljössz mellettem, kis, csinálunk neked kis füleket. Most hogy utálnád, hogy elmész a haveréd a moziba, és az előtte lévő sorban ilyen fénykardok állnak fölfelé, okay, de ha csak egy lépegetőnek beöltözve ülök. De ha csak normálisan ülök Han Solo-ként, vagy Csubakkaként a hátsó sorban, és néha adok egy ilyen... Nem lehet? De. Megvág a Disney? Szerintem nem. Szerintem meg. Egyszerű fanatikus rajongó. Tehát szerintem lesztek még egy páran a jellemezbe. Érted, hogy micsoda csata alakulnak ki a birodalmiak és a lázadók között ott a moziban, hogyha nem engednék be őket. Ezt csak azért kérdezem, mert hallottam, hogy az újságírókat a vetítések külön figyelmeztették, hogy nem vihetnek telefont, ha visznek telefont, le kell adni. Oké, hogy nevet föl. De hogy senki nem vihet fénykardot, lézerkat, tehát semmi nem jelenhet meg rajtad abból, ami a filmben van, mert hogy... lesz majd kirakva egy ilyen, hogy hívják két biztonsági őrt, ilyen fémdetektorral fog állni majd az ajtón, és lesz egy nagy kosár, amit tele lesz dobálva mindenféle fegyverekkel, lézerkardokkal. Hát nézd, egy-két újságírót azért egy-egy internetes portáról vannak annyira elvetemültek, hogy egy kicsit beleforgassanak, nekik majd le kell adni. Igen, vagy levágják a bal kezüket. Igen. Vagy a jobb kezüket. Na, van egy kis segítségünk, mert hogy itt van a Fórum Hungári Marketing és Kommunikációs vezetője, Bartók Anna. Hello Anna, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello. Te a forgalmazó vagy egészen pontosan? Igen, vagy én a filmforgalmazó vagyok, mi a filmforgalmazó vagyunk. A filmforgalmazó vagy. Hát tele vagyunk kérdésekkel. Te fogod látni először az országban? Én már láttam. Ne! Szakadozik a vonal? Haló? Haló? Meg fog szakadni? Tényleg te már láttad? Te már láttad?
Na mi van Lukkal? Ki a maszkos? Igen, a sanszos, hogy egy élő rádióban fogod elmondani, igen. Ki a fekete maszkos szit? Igen. A Komornyik a gyilkos, hogy itt a Komornyik, tudtam, nem mondhatok semmit róla, tehát nyilván teljesen, de nagyon szigorú titoktartási nyilatkozatot kellett nekünk is aláírni, úgyhogy egy szót sem mondhatok. De milyen formátumban tudod megnézni? Milyen formátumban kapjátok meg egyáltalán? Megérkezik ez a repülőn? Ugye le kell vetíteni a Kórhatárbizottságnak is bizonyos idővel előtte, hogy megkapja a besorolást. Igen, és ezt a Kórhatár besoroló vetítésen láttuk egy moziban. Kórhatárbizottság, és ott ül a bizottság, ilyen őszöreg apók, anyukák. És ki egy püspök van benne, Balázs Fecó. Ki látszott a Leila Válla? Balázs Fecó, néhányan az elemától és Kövér László, és akkor ott eldöntik, hogy így van. Szüljünk, vagy ne szüljünk. Ezek a nők miért kardoznak, és miért nem szülnek? Ki az a nő kakorcsigával a fején? Miért nem inkább gyereket szül? És akkor ezen te láttad, vagy ezen ti is láttátok? Így van, igen, ezen a bizottság és a kollégáim. Oké, de most egészen apró részletek érdekelnek, hogy hogy érkezik meg a kópia tejet. Kaptuk egy hírt, landolt Feri egy egyen a kópia. Kimentettek tényleg egy Lada Nivával, vagy egy Barkasszal, vagy egy százaskodával, vagy Mercivel, tök mindegy, és megkapjátok egy lezárt dobozban a kópiát? Vagy az hát átküldik digitális formátumot. Hát egy kombi 15-össel megyünk, hogy beszéljen a... Amit folyóállóvá tettetek néhány USB-lappal. Így van. És hogyha látsz a városban ilyen stormtroopereket, akik ilyen rohomosztagosokat, akik egy ilyen kis szerszámos ládával szaladgálnak, az a kópia maga. Ott van a kópia. Ott van velük a kópia, igen. De tényleg egy digitális formában küldik át, vagy ez valójában igen, megérkezik? Igen. Átküldik? Nem. Tehát ez nyilván olyan nagyon sok részletet nem mondhatok el erről, de hogy az egy általános dolog, ez minden filmnél így van már, hogy nincsen már filmszalag, tehát nem tekercsek érkeznek, és egy iszonyú tömegű kópia halom, hanem amit most már kópiának hívunk, az valójában egy digitális dolog, tehát ezek merev lemezek valójában, és ezek konkrétan ilyen pici kis szerszámos ládákban érkeznek. És akkor jön a jogtulajdonos a Disneytől, és egy nagyon egy Disney pólóban átadja a reptéren a forgalmazónak? Vagy a gépéről valaki leszedi, és onnantól kezdve az ő kezében van. Nem, ezt átadják a forgalmazónak, és a forgalmazónak többek között ez is a feladat, hogy eljuttassa a moziba ezeket a verevlemezeket. De te egyet kapsz, nem? És akkor ti másoljátok le a szinkronosat például. De ezek azok a részletek, amiket lehet, hogy általános dolgokat mondhatsz. Azért megy a mozik, de egyébként általában úgy szokott lenni, természetesen ez nem biztos, hogy ennél a filmnél is így van, hogy nem lehet ezeket itthon másolni. Tehát ezeket nem lehet itthon másolni, hanem ezeket előre megrendeljük, és annyit kapunk belőle, amennyit kértünk. És ti hogy tudtok vigyázni arra, hogy például a szinkron stúdióból ne menjen ki a részlet, amit nem akartok? Hát ott a színészek nem is, de a szinkron rendező lehet, hogy látja az egészet például. Azért ez nagyon-nagyon ügyesen ki van találva. Egyrészt a szinkron stúdióval nem mi vagyunk kapcsolatban, hanem a Disneynek van egy külön részleg erre, aminek az a neve, hogy Disney Character Voices International. És a stúdió velük szerződik, és ennek a filmnek az esetében olyan szigorú titoktartási nyilatkozatot kellett aláírni a szinkron stúdiónak is, hogy még nekünk sem árulhatnak el semmiféle részletet erre. És még a biztonság kedvéért néhány gyereket is túszul ejtettek a szinkronizáló családjában. Ha mondjuk valahogy kikerül, akkor nektek anyagi felelősséget is kell vállalni, hogy ugye minden megtettetek, és ti sem tudjátok, hol volt a lék a rendszerben, de valahogy kikerült. Tehát van egy ilyen opció a szerződésben. Lajos azt mondta, hogy átviszi a Corvinba. Igen, csak elhagyta a 3-as metron befelé a Feri 1-2-re. Igen, egyébként kerültek már ki fotók a kópiáról, nem tudom, hogy láttátok-e Amerikában is, és itthon is, hogy megérkeztek a mozikba. Uh-huh. Jó, de ők már 1000 évig sarlaggyomlában égnek. Őket már igen. Már tudjuk, hogy kik azok. Bocsánat, hogy mi is volt, tehát, hogy az anyagi felelősség. Az anyagi felelősségen gondolkoztam, igen. Mit mondhatsz nekünk a filmről? Ki tudnál csengetni, hogy legyen otthon egy kópiája? hogy tudnánk, hogy el lehet azt intézni, hogy mi hárman valamikor megnézzük? Nálad. Én viszem a kaját. Nálam. Hát isteni barbecue-t csinálok. Azt gondolod, hogy nekem van itt egy ilyen vetítőgép, amiről kópiákat tudok vetíteni, sajnos csak egy kisebb projektorom van. Tehát erről nem fogjuk tudni levetíteni, de úgy tudjuk elintézni, bár úgy tudom, hogy erről már hivatalos megkeresés is érkezett felétek, de nem, hogy nem minden jut holnap el. Este, igen? Holnap este esetleg egy vörös szőnyeges díszbemutatót tudok felajánlani, hogyha ez érdekel benneteket. A nagyon sok
Nagyon sok beöltözött rohamosztagossal. Hmm. Na most na, várjál, nekik be lehet öltözni, mert mi azt hallottuk, hogy nem lehet úgy moziba menni, hogy jelmezben vagy. Igen, ez egy új biztonsági előírás a mozik részéről. Ja, hogy nem bemenjen egy terrorista. Igen. Hát gyakorlatilag azért is, tehát ez egy új szabályozás, hogy maszkban, illetve fegyvernek látszó tárgyal nem lehet bemenni a moziterembe. Igen. Igen, hát ebből már tehát volt probléma korábban. Igen. De ha akarok, mondjuk Han Solo-ként bemehetek fegyver nélkül abban a ruhában, azért igen. Nem bánt a Disney, igen, nem? Igen, azért nem bánt senki. Tehát hogyha te otthon fogod magad, varsz magadnak egy Han Solo ruhát, és abban elmész moziba, azon semmi probléma nincs, csak fegyvert ne vigyél magad, illetve maszkban ne menj. Az, hogy holnapon céges bulink van. Ajaj. Holnapon céges bulink van. Ma éjszaka nem tudjuk megoldani. Éjfél után, az már csütörtök. Éjfél után nem lehet valahogy. Egy ilyen hajnak. Nem kell nekünk egy nagy mozi, most beülünk mi a Puskinba, vagy az Urániába, vagy valahogy. Igen, az Alfa. A Vörös Martiba. Hát akkor már az IMAX-terembe kellene bevonultak, nem? Az is jó. Egyébként nagyon jó ötleteid vannak. Igen. Tényleg, ezek használatlanak. Meg azt nem lehet, hogy holnap hajnali, mint én 3:30-tól megnéznénk, és 6-ra bejönnénk dolgozni. Esetleg holnap reggel el tudtok jönni a sajtóvetítésre. Hánykor van a sajtóvetítés? Hát ezt nem fogom elmondani élőadásban, mert nem szeretnék még 150 másik embert látni, akik oda jönnek, de ezt adáson kívül szívesen megbeszélhetjük. Jó, azután? Hogyha van kedvetek. Hogyne, mindenhez, persze. De ez nem arról szól, hogy nem akarunk magunknak venni két jegyet, hanem arról szól, hogy minél hamarabb hagyd nézzük meg, mert óriási Star Wars szemek vagyunk, persze. Tehát, hogy a holnapi napot. Jó, mondjuk itt ragadnám meg a lehetőséget is jelezném, hogy 23-ára van egy eladó jegyem. De remélem az egyik népszerű aukciós portálon, mert legalább 7000 forint per darab helyet árulod. Igen, simán lehet majd ilyeneket. Vannak már ilyen. Igen. Na valami. 1-től 5-ig mondj egy számot, akkor tessék. Legalább azt, hogy milyen. Na, annyit elmondhatsz, hogy 6-os vagy 2-es? Ő a forgalmazó, 5-öst fog mondani. 5+-os. Tehát egy 1-től 5-ig terjedő skálán, ami 5 a maximum. Ezt tőzsd el te? Hú. Nem fogják érteni az emberek. Te egyébként nézted az előző részeket? Vagy nagy Star Wars-en vagy szeretted, de nem tartozik a kedvenceid közé? Nem vagyok, tehát egy képben vagyok ezzel kapcsolatban. Nem vagyok a legnagyobb rajongó. Vannak a környezetemben olyanok, akik nagyon nagy rajongók, úgyhogy nem tudom, egy ilyen közepes. Közepes. Kedvelem. Mondjuk így. Szerintem gyengébb, mint a Volt egyszer egy amerikai. Volt egyszer egy amerikai. Vagy a valami amerikai. Igen, vagy a Vicky Krisztina Barcelona. No, oké. Okay. Na, nagyon szépen köszönjük. Érdekes dolgok ezek. Ötös. Jó. Szeretnék mondani akkor erre. Jó, hát nem is nagyon tudod. De ez ilyen szemét kérdés, az ember nem is nagyon mondhat mást. Jó, de nem, remélem, hogy nem fogtok csalódni. Nem, biztos, hogy megnézzük, aztán beszélünk jó, róla. Én akkor viszem a nachoszt, te csak a mártogatót, jó? Ott vagyunk nálad este, na. Köszi. Jó, várlak benneteket. Ciao, köszönjük szépen. Hello, Bartók Annával beszélgetünk. Hello. Még nem vagyunk meg, még nem érzem, magam ott a nagy bőrfotelben. Még nem vagyunk ott. Nem, ezt jól érzed. Jani ott van 23-án, de te még nem vagy. Miért nem megyünk el holnap a sajtóvetítésre? Menjünk. Hát miért nem mennénk? Letesszük a lantot, mondjuk akkor 9-kor, ha úgy kezdődik. Egy órát lecsípünk, és délelőtt megnézzük a filmet. Nem azért, hogy megsporoljam, hanem irigy vagyok a többi emberre, hogy előbb látja. Érted? Tehát én mindig azt szoktam meg, hogy jön egy nagy filmörület, lecseng, és akkor beülök majd 2-3 este, és megnézzük tök üres moziba, imádom. De most mindenkire kicsit irigy vagyok, aki előbb látja. Illetve tudom, hogy vagyok annyira kíváncsi, hogy elolvasnám utána a kritikákat. És megőrülnék attól, hogy úgy olvasom a kritikát, igen, hogy nem bírok leállni. A film nem érdekel, de irigyeljenek ők téged. Rohadtul nem érdekel a Star Wars. Csak hadd mondjam el, hogy ott voltam. Nem, de hogy is. Mert holnap már írnak erről kritikákat. Ugye? Vagy hát csütörtökön, tehát a pénteken már, mint az Origo, az Index, aki hát már betitik, tehát hogy igazából írhatsz róla. Ott belefutsz valami spoilerezésbe, és oda az egész áhítat. Hát ezt nem szabad megvárni. Meg végre egy csomó újságíról összefuthatnak, és össze is verekedhet. Az meg a másik, hogy az ilyen rendezvényeket különösen szeretem, mert tudok beszélgetni egy-két emberrel, és el tudom kimondani személyesen is, hogy mit gondolok róla. És az ő munkásságáról, ahogy ő is elmondta, hogy mit gondol az enyémről. Annak érezzál meg, Léci, mikor van sajtóvetítés?
Meghívlak benneteket egy sajtóvetítésre, a vendégeim vagytok. Vagy... Ilyen csak 5 perccel ezelőtt hangzott el, vendégeim vagytok egy sajtóvetítésre. Hogy hármunkat várnak. Velem tartotok? Veled. Ez olyan, hogy celebek, és ott a sajtó, vagy a sajtó munkatársainak vetítik le, de nem celebek vannak. Szerintem nincsenek celebek. Tehát az a vörös szőnyeges este, és a... Igen, aha. Így van. És ugyan a sajtónak. Valamikünknek írni kell róla. Hát csak alibiből. Hát miért? Hát majd elmeséljük. Én írok a Kutyák és Lovak magazinba egy cikket. Az nagyon jó. Én meg a Várak csöcsökrémesek. Jó, megírjuk. Kutyák, Lovak, Várak csöcsökrémesek. 7:30 múlt pontosan egy perccel. Feri helyett szívesen mennék, ő úgyse tudja, miről szól a film. Egyébként tényleg így van. Te maradj otthon a tűzhely mellett. Jó. Szűjjél nekem gyereket. Maradj otthon, és vigyünk el egy hallgatók. Tényleg, mert neked fingod nincs, hogy kicsoda. Nekem aztán tényleg nem. Hát érted? Hát most próbálod bepotolni, de azért nagyon nem vagy Star Wars fan. Nem, egyiket se láttam. Minek vigyük el? Amikor szélesebb a csípője, mint a vállam. Hát, hogy tudjam szűrni. Hát, tudod, mi van. A női principium. A női principium, hogy szűrjél nekünk sok gyereket. Ha nem ezt csinálod, nem is vagy nő. Ugye? Így van. Egyesek szerint legalábbis. 7:30 volt pontosan 2 perccel. Lehet jelentkezni játékunkra. Mit mond Dóra? Ugye ez lesz a kérdés majd. Úgyhogy jelentkezzetek, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan. 4 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és azt nézem, hogy van-e valami hírünk a Szentendrei útról, mert hogy hatalmas a dugó. Ha valaki ott jár, vagy arra vagytok, küldjetek már nekünk... egy-két infót, léci, csak hogy tudjunk segíteni, mert nem jött új. Nem jött új, és nem tudjuk, hogy mi a helyzet. Hatalmas baleset volt Aquincumnál, ott a római fürdő környékén, 2 autó, 1 kamion ütközött, emiatt visszadugult már a forgalom egészen Békésmegyerig. És többen kérdezik tőlünk, hogy segítsünk, mi a helyzet, állnak a dugóban, de nem látjuk, hogy mi történik. Nincs új információnk. Elvitték, nem vitték, 3 sávról 1 sávra szűkül, vagy már újra megnyitották a 3 sávot. Úgyhogy küldjetek, jó? Annyi jött, nem? Hogy már csak egy sávban állnak a kocsik talán. Igen, most annyi Lenovo megfejtés jön, hogy hirtelen nem is látom. Rakom a megfelelő kategóriába, hogy tudjuk majd valakit visszahívni, de mintha az jött volna közlekedésileg. Igen. Azt mondja, Bali, ha Feri helyett mehetek veled a vetítésre, levágatom a hajom, és parókát csinálok belőle neked. Vörös hajszín jobban áll neked, mint a tekegolyó. Na, nem, most már megolyózzatok ki, mert kezd érdekelni ez a sztori. Szerintem én egy nap alatt föltoké. Tehát ha ekkora őrület van, azért ott kell lennem. Meg ha mentek, akkor megyek veletek én is. Én nem tudom, a legmenőbb ez... dolog úgy eljönni, hogy fogalmad nincs, hogy mi ez. Hogy én megnézni, érted? Az a legkirály. Hát, hogy megnézném, ha már ez van, meg így meg van őrülve, értem mindenki. Érdekli így az embereket. És beülsz majd egy Indexes, meg egy Origós újságíró közé, és bögdös kérdezem, őket. Hogy ő kicsoda. Ő kicsoda? Hülye! Ő a Csubakka. És ő kicsoda? Ki ez a Csubakka? Ugye, hogy innen ő indul. A Csubakka, azt értem, innen de ki ez a Csubakka? Igen. Fel kell készítenünk holnapig téged. Jó. Fel kell készítenünk, hogy... Nem vagyok hajlandó megnézni a film az első 6-ot holnapig. Hát pedig ez igazából ez lenne jó. Tehát nem tudom megnézni. Bár szerintem egy premierre igazán menő úgy eljönni, hogy fingod nincs, hogy kiki csoda. Ja. És mindenki meg akar halni, hogy ott legyen, te meg besétálsz, hogy hello srácok, melyik ez a film? Mit nézünk most meg? A bajok mondták, hogy jöjjek. Hol vagyunk? Ez mi? És akkor meglátnod a Hansot. Indiana Jones! Igen. Hogy Indy! Ez nem az. Jó, ez jó. Igen. De most ha így azt mondjátok, hogy 6 filmet nem tudom megnézni, de egy ilyen 10 percet rászánunk majd 10 után, akkor mit fogtok elmesélni a 6 filmből? Az alapsztorit gyorsan elmondjuk, hogy miről szól. Hogy ki a jó és ki a rossz, és ki kivel küzd, és mit kell tudnod. Hát nem tudjátok, hogy mi van ebben a filmben. Na jó, de ha fel tudunk úgy készíteni, hogy értsd, hogy most hol tartunk a történetben nagyjából. Tehát, hogy most mi történik valójában. Erre fel tudjuk készíteni. Hát jó, csak nézőpont a kérdésre, mert szerintem a szitek a jók. Igen. Kérdés, hogy ki kit tart jónak, igen. Igazából a 4-5-6 a lényeg. Aha. Igen. Milyen 4-5-6? Azt kell megnézni. Hát a 4-5-6. Ja, a filmből. A 4-5-6. Az 1-2-3-at felejtsd el, azt láttad? Nem látom, hogy láttam volna. Azt se láttam. Hát, ha látnám, akkor már tudnám, hogy most jó. Mi következik. Drága hallgató, egy mondatban írjátok meg a film lényegét. A legszellemesebbet megjutalmazunk egy ajándékcsomaggal. Készítsük fel Ferit, hogy holnap ne üljön ott teljesen sután. 2 óráig, hogy fogalma nincs, hogy mit néz. Egy mondat, amiből minden kiderül a Star Wars univerzumról Feri számára. Igen. A jó, a rossz, a gonosz,
az erő, minden legyen benne, de egy mondatban jellemezzétek, hogy ez miről szól ez a hat rész, most jelen pillanatban. A fogalmad azért van a dologról, hát, minimális, nem? Hát, beszéltetek már róla ti is, ezért körülbelül tudom, hogy lövik egymást hogy lézerrel. Ki van kivel? Ki van kivel? Nem, hogy lövik egymást lézerkarddal, ezt tudom. Leia és Luke között milyen kapcsolat van? Szerelmi. Szexuális. Ők járnak, és tőlük született a Csubakka. Igen, tőlük született Csubakka, és a keresztapjú Csaba. Igen. És az most akar testvérük jön, és az egész egy nagy vérfertőzés. Igen, Csubakka tulajdonképpen a Luke hátáról leesett, kiszörösödött vathús, ami öntudatábra ébredt vathús a Csubakka. Igen. Jó, mit kérdezek még? Csak hogy tényleg, hogyan tudnánk felmérni egyáltalán? Milyen állapotban, ugye, amikor elmész nyelvvizsgára, ott is felmérik, hogy körülbelül hol tartasz, hogy milyen nyelv tanfolyamra iratkozzál be, amíg eljutsz mondjuk a középfokig. Tehát ez egy felmérő. Nézzünk felmérő jellegű kérdéseket. Mit tud Feri erről az univerzumról? Hogy holnap 10-ig azért valamennyire felkészítsük, ha elmegyünk. Kivel van az erő? Velem, ha gittelek. Ha erősen kell nyomni, akkor erő. Igen. Hát a Fekete Lacival. Ja, tényleg. Fekete Lacival, ő vele van az erő, és akkor a Darth Vader az a fekete, sötét nagyúr. Nincs csak még egy ilyen ember. Tiszta forrásból, házi vágásból. Jó, oké. Akkor, várjál. Jó. Ki Luke Skywalker mestere? Milyen mester? A mester van a cukrász, mert pékmester. Ezeket de hogy ott a helyet holnap 10-kor, Feri. Ott a helyet holnap 10-kor. Aha. Luke Skywalker? Így hívják? Ez Skywalker. Így még sose el a Skywalker. De hogy égjáró. Égjáró? Égjáró Luke? Égjáró Luke, így van. Ki és lehetne? Van neki egy mestere? Van-e? Hát van egy több mestere is volt, de akkor, egy, nevezd meg Luke Skywalker egyik mesterét. Így szól az első kérdés. Most jöjjön egy beugratos kérdés. Tessék. Kik a mester? Adjatok három választ. Ki lehetne inkább Schobert Norbert páciense, a két szereplő közül, az egyik Jabba, a másik pedig Boba Fett. Hát a Fett. A Boba Fett. A Boba, mert ő Fett. Igen, igen, hát persze. Jó, milyen, ez a legegyszerűbb, rokonsági kapcsolat van Luke Skywalker? Igen, Róluki. Hogy mi? Róluki? Igen, mi van? Igen, Róluki. Skywalker, igen, és? És nem sem akarom a legközhelyesebbet mondani, van még más, és Beru néni között. Ki? Az a Beru néni. Három évig játszottunk. Hát azt tudom, hogy játszottunk. Beru néni Luke-nak. Beru néni egy mezőgazdász, azt tudom, mert farmja van. Pára bejáró nője volt. Jó éveken keresztül. Ő neki farmja volt, pára farmja, azt tudom. És hogy mi hányszor hált egy héten együtt Óven bácsi és Beru néni? A részek buckalakokkal. Hát így Beru néni, tehát ő egy idősebb, akkor ő Luke anyukája. Az a baj, itt nagyon nagy a sötétség. Nem. És mondjuk miért ebből Darth Vader erőt merítene, tehát ez nem jó. Egyelőre te még a sötét oldalon vagy. Több benned a sötét, mint a jó, úgyhogy át fogsz állni előbb-utóbb az erő rossz oldalára. A Luke-nak a Beru néni... A szélesztőr. Melyik fénykard, igen, színe jelenti a jó színt? Tehát több színű fémkard is van. Ez fémkard. Fémkard. A fémkard. Melyik lézerstukker? De jó. A fémkardok azok fémből vannak, tehát az egyszínű, fémszínű. Milyen két alapszínt ismerünk a fénykardnál? Alap. Fehér meg fekete. Gondolom. Teljesen hülye. Nem? Hát de most miért? Várjál, piros biztos van. Piros ember, és sárga. Csak ember, igen, piros és sárga. Oké, piros és sárga, de akkor a sárga színű fénykart felvillanása után milyen színű fénykart következik? Piros. Keresztbeződés. Piros. Haver úgy villan. Kiknek van piros fénykardjuk? Hát nyilván a Jediknek. Még van másnak is fémkardja? Van, Jedinek? De nem. Tehát a Jedinek nincs piros fémkardja. Neki nem. Akkor másnak is van fémkardja, így mint van, a Jediknek? Másnak is van fémkardja, de másnak van piros fémkardja. De akkor kik, akinek a piros van? A nem Jedik. Ez a srác, ez jön fel. Oh, holnap ott vagy. Oh, jó, van, meg vagyunk, ott vagy. Ott a helyet holnap 10 órakor. Hát akkor a Jediké a sárga, és a nem Jediké a piros. Vagy nincs sárga? Már majdnem, az nincs annyira. Nincs sárga. Nincs annyira. Figyelj, akkor végezetül egy nagyon egyszerű kérdés, de tényleg. Ez nagyon alap. Hol?
Igen. És az egész, de hol? Igen, de mi? Hol? Igen. Írj egy hallgató, hogy miért jó a sötét oldal. Feri, miért jó a sötét oldal? Mert ott kevesebb a villanyszámla. Hocsa, úristen. Robesznak köszönjük. Köszönjük szépen. De na jó van, hát van még mit behoznod, Ferenc, van még mit behoznod. Jó, holnapig rámegyek, de mondom, a filmet nem tudom megnézni, vagy a filmeket, de akkor holnapra fölkészülök. Holnapra készülj föl belőle, jó? Elmegyünk a sajtóvetítésre. Nem várunk, nem várhatunk, nem ott kell lennünk. A piros szőnyegen nem tudunk menni, meg azt nem is szeretjük, mert egyikünk se olyan, hogy ott nagyba vonuljunk, meg utogassuk magunkat, de számítok rátok. Te megvetted a jegyeket, már tudom. Az a baj, hogy akkor nem ülhetek be a barátaimmal úgy a moziba, hogy én már láttam. Az árulás lenne. Akkor nem együtt éljük át. Szerintem azt a legnagyobb élményt, lenne, hogy minden egyes jelenet előtt. Amit az okoz majd, amikor kiderül, hogy nem oda szól a jegyük. Vagy nekem igen. Valójában nincs. Minden egyes jelenet előtt lelőnéd a poént. Igen. Közben megnézed, bemész a haverjaid. Most az lesz, hogy... Vigyázz, Luk, mögötte! Hogy szeretnének a moziba? Nézd, én is megértem a barátaimnak, hogy együtt megyünk el. De bármikor szemben tudod őket de egy másodperc alatt találom őket, a szárvószért. Tehát, hogy nagyon szeretnénk egy gyerekkori barátaimnak. Minden undorító dologban már nincsenek benne. Nem fognak elmenni veled együtt. Abszolút el tudom őket ezért árulni, és ezt meg fogják érteni. Megnézed, elmentek, és fej. Én már tudom, ki a sötét maszkos. De én már tudom, hogy miben halsz bele van. Én meg tudom, hogy kit fogok megütni. Igen. Na jó, van, játszunk egyet, jó? Addig Feri készülje még. Gyakorolja. Itt van a játékosunk, mit mond óra? Ez a kérdés. Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vacsitjellán, mime? Aki válaszol. Igen? Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt. Ki vagy? Ilóz, hello, ciao, jó reggelt, Zoli, yeah. Hello. Honnan hívtál minket? Zalaegerszegről hívtalak titeket. Zalaegerszegről, ritkában hívnak bennünket Zalaegerszegről. Most véletlenül bejutottam. Bejutottál, régóta több próbálkozol? Hát tulajdonképpen többször a fekete-fehér igen nem be, de most konkrétan mondom, küldök erre is egyet, és aztán hál' Istennek bejutottam hozzátok. De jó, letenek örülünk. Nagy Star Wars fan vagy te is? Megmondom őszintén, nagyon nem. Tényleg? Abszolút, nekem nagyon nem nagyon jön be. Egyik se? Egyik se. Milyen filmeket szeretsz? Milyen filmeket? Hú, fasz. Hát ilyen horror filmek inkább, ami úgy jobb, mert ilyen sci-fi. Aha. Maja Gold összes. Tessék? Maja Gold összes. Igen. Igen, még a skifit szereted, és a Star Wars nem az elég fura. Igen, de akkor mit? Tehát a skifi közül akkor mit, ha a Star Wars nem? Fú, most így megmondom őszintén, nem tudok most így jelenpillanatban mondani valamit is. De... Nem baj. Jól van. De kíváncsi vált tettél mint. Igen, megpróbálj kételálni. Na figyelj, mondom, hogy mi van. Szólásmondás, híres ember és ország. Ezen három közül tudsz még választani. A másik kettőt már kipipálták a játékosok. Akkor szerintem legyen az ország. Ország? Legyen? Igen. Legyen az ország. Jó, na figyelj, kettőször mutatjuk meg, jó? Utána elkezdünk igen. Kivenni az ajándékcsomagból néhány dolgot. Mehetünk? Mehetünk. Igen. Óra indul, figyelj. Na figyelj. Gászra szor a réhef. Hogy? Opácska. Gász. Gászra szor a réhef. Réhev. Na mondjad, réhev, az a vége. Hát az érthető. Réhev. Réhev. F. Fehér Magyarország. Az, Fehér Magyarország. Fehér Magyar. Ha egyszer a hó az lenne, de sajnos egyelőre úgy néz ki, fekete karácsonyunk lesz. Jaj. A fehér, hát persze, hát réhev fehér, így van. Hát hallgass meg, figyelj. Gászra szor a réhev. Fehér Oroszország. Fehér Oroszország, ez lett volna a jó megoldás. Fehér Oroszország. Réhef, ez volt a vége. Ez így nagyon nehéz így a telefonban, ugye, hogy ha hallod a rádióban, úgy sokkal könnyebb. A telefonban rosszabbul lehet hallani? Szerintem igen. Igen? Mert itt mi abszolút jól hallottuk ezt.
Ki volt az, aki bekiabálta a segítséget? Hát én tulajdonképpen egy mongoboltba dolgozok, és itt a parkolóban pont a sulinál állok egy, és itt az anyukák itt próbáltak segíteni nekem. És ők mondták, igen, hogy... A Fehér Magyarországot kifejezetten szerettük. Nem, azon. Messze voltak, és én értettem félre. Ja, hogy te értetted félre, azt mondom, hogy valaki oda rohant és bekiabált, hogy Fehér Magyarország. Igen, és utána elvitték a rendőrök. Igen, letartóztatták. Igen. Hát ez most nem sikerült, köszi a játékot. Hogy legközelebb. Köszönöm szépen, boldog karácsonyt nektek. Köszi, ciao. Viszont. Hello. Zalaegerszeg. Zalaegerszegről két dolog jut az eszembe, az egyik a Dödöle. Irgalmatlan jó Dödölét ettem náluk, másik meg a Göcsei Falu Múzeum. Ez a kettő. Őrület, hát most ettől annyira lázba jöttem, hogy most komolyan levert a víz. Tudtam, hogy mind a kettő külön-külön is. Fú, hallod, hát most komolyan leizottam. De így, kettő együtt. A kisáros, kettő együtt, azt a minél. 5 perc a pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után, pontosan 10 perccel, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, radaroznak egy autóból a Rákosi úton a posta előtt, ez Brown küldte nekünk. Aztán az M1-esen a 86-os kilométernél a hídról mérnek a rendőr Éber őrei, Dávid 94 üzente Szépföldi úton, lefelé a parkolókocsiknál mérnek a birodalmiak, valamint baleset van Szentendrén a 11-es úton Budapest felé. Nagy dugó van, egy sáv járható, igen, ez valószínű, hogy az, amiről mi is beszéltünk, ott a római fürdőnél egy elég nagy baleset volt. Több sávot elfoglaltak, most már csak egy sávon áldogálnak, de emiatt nem tudtok haladni. Lassú haladás a budai és a pesti alsó rakparton, még ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. Valamint Bőszén Fánkaposvár elől mérnek egy majom ketrecből. Csúnya, ne bántsuk őket. Ez a dolguk, ők nem tettek róla, ki vezényelték őket. Mérni, ha az ember betartja, akkor nem lesz semmi baj. M3-as bevezető a Szerencs utcánál kicsit torlódik, szélvédős Feri küldte nekünk. Bocska Peter, Den a kicsi szurikáták a Szigetvár felől érkezőket figyelik, és Budakarászon rettenetesen csúsznak az utak, úgyhogy ott is mindenki menjen lassabban. Köszönjük szépen az SMS-eket. Na, csak hogy mit értek a hallgatóink, ugye egy-egy mondatban kértük, hogy Ferit kicsit készítsék föl. Ennyi, egyébként egy-két szellemes SMS jött, de ami igazán jó, a film lényege egy robot is lehet Tourette szindrómás, olyan csúnyán beszél, hogy minden jelenben ki kell sípolni, amikor káromkodik, írta nekünk valaki, igen. Feri olyan ez, mint a Gyűrűk ura, csak lövöldözős fénykardos változatban, de ezt sem látod, akkor kb. Olyan, mint Támad a Mars, csak kicsit más űrhajóban, mint kettőben. Valaki ilyen rövid életre. Igen. A Ferinek ajánlom a Star Wars az 5 másodperces videókat, a lényeg benne van az összesben. Igen. Van ilyen, hogy 5 másodperces? Vannak ilyen 5 másodperces videók, igen. Akkor tényleg kár lett volna, megnézem. Ennyi. Egy hét múlva karácsony? Ja, mi van most, szerda? Nem, egy hét múlva még karácsony előtt vagyunk. Hát az utolsó napunk, igen, ekkor éppen megszólal egy Vatizláv, vagy egy nem tudom micsoda. De egy azt mi élőben nem halljuk ki, mi kint leszünk akkor fel. Ja, ez is igaz. A bőbben se kéne jönnetek. Köszönjük! Ez egy nem rossz ötlet. Meg vagyunk, jó. Miért nem pihentek? Na ez megvan, ugye? Jó, best of-ba is rak be, légy, hogy hangsúlyosabb legyen. Tehát nekünk meg kedden átadjuk az ajándékot, ha kell. Kedden átadjátok az ajándékot, ha kell, hajat vágunk. És utána kész vagyunk. És úgyhogy szeretitek ezt a repetrolapot, úgyse adtok zenét se, úgyis az egészet rám bízzátok. Hogy adjunk zenét? Feri, hagyjál már zenét. Hát valami régi kedvence, nincs nagyon régi kedvencetek, már ebből a stílusból legalábbis más stílus hallgattok, nem nagyon szeretitek, vagy ismertétek, hát már adjatok otthon. Jó! Én már gyerekeimnek akarok reggelit csinálni, azt akarom, hogy ugráljanak rajtam. Jó! Köszönöm. Ennyi. Köszönöm, Balázs. Én nem jövök. Én is akarom, hogy a gyerekemnek Feri csinálja a reggelit. Azt lehet, jöjjön át. Meg addig aludj, amíg akar. Na az milyen jó lenne, igen. Na jó, csak felvetettem. Nem, és én ezt komolyan vettem. Ott rohallgatjátok a retro zenéket. Csak mondom egyébként, hogy az Instagramunkon, ami ugye, ahogy Balázs szokott fogalmazni, egy a szerencsés keveseknek, az elitnek szóló kis felület, kommunikációs felületünk, fel van már néhány új videó, részben köszönhetően egy Robika nevű hallgatónak, aki hozott nekünk egy pár pici kis ajándékot, ezekkel rögtönzött videókat készítettünk, már megtekinthetők.
Igen, a lényeg bennük van. Tehát gyakorlatilag a Star Wars univerzum lényege szerepel, ott van ezekben a videókban. De még 10 óráig lehet, hogy forgatunk egy-két videót. Igen, így. Mert nagyon rákapott az ízére a Balázs. Igen, csuvakás, rohamosztagos egymásra találás, illetve rohamosztagos, ijeszgetős videó van fönn, de még van egy gonosz karakterünk, úgyhogy azzal is tudunk forgatni. Bizonyám, csak mondom, hogy kicsit úgy várodok. Azt mondtátok, hogy Instagram, meg nem tudom, meg kihasznál, gyerekek, 80 ezeren vagyunk, és ez csak az Instagramunk. 80 ezer. Gyönyörű. 80 ezer felhasználóra kerekítek. 78.700, de közel 80 ezeren vagyunk az Instagramon. Mikor kezdte? Pont egy Afrikában kezdtük ezt el, így van. Afrikában kezdtük. Na, a Kossuth Rádió most jelentették be, hogy megvan a dal 30 produkció, titeket nem soroltak, ezek szerint nem sikerült. Ez volt az utolsó SMS, amit ebben a témában beolvastunk. Igen, beszéltünk róla reggel, csak hát nyilván 6 órakor még azért viszonylag, hát hogy is mondjam, kisebb a merítés, akik hallgatnak bennünket. Igen, nem válogattak be minket, úgyhogy hát sajnos a Hunadal című remekbe szabott kis láger az csak egy rádiós játszásban marad, legalábbis itt reggel. És nem leszünk ott az Eurovízión. Csak nem azért tetszett. Is játszani fogjuk, csak azért is hype-olni fogjuk, csak azért is megmutatjuk, hogy ez a dal méltatlanul nem került be. Méltatlanul. Eldobtak bennünket, így van, nem kerültünk be. Hát én már tegnap vagy tegnap előtt tényleg mondtam, hogy látva az ítészeket, ez nem fog menni. Balázs Recó meg Fren Reis, tehát semmi baj velük, nagy zenészek, csak kevésbé nyitottak a New Wave-re. Úgyhogy... New Wave-dal volt. Erre nem annyira nyitottak, és hát nem igazán kapták még el, hogy miről kellene valójában szólni az Eurovíziónak, még besélyes tudatuk van, meg majd most ők megfejtik, meg valóban a dal, meg a nagybetűs dal. Nem értik a humort annyira. Talán nem is szeretik. Bosszúból viszont föl fogjuk vinni a nézettséget 1 millióra. Ez teljesen egyértelmű, úgyhogy hogy tüntessetek velünk együtt azzal, hogy megnézzetek Polgár Peti és a Hungarikum Hunadal című tételét fönt, ugye a legismertebb videó megosztó portálon, lájkoljátok és megosztjátok, jó? Így van. Polgári engedetlenségi mozgalmat indítunk. Mindenki nézze meg a Hunadalt. Így van. 1 millió megtekintés fölé visszük, és akkor még egyszer azt mondjuk, hogy na nesztek. Így van. És megvárjuk őket majd ott, hogy hívják, itt a Kuningunda utcában, és az arcukba vágjuk. Tessék, 1 millió. Ez nem kellett. Ez nem kellett nektek, igen. Na, egy nagyon érdekes cikket találtunk, és erről szeretnénk egy kicsit beszélni, mert nyilván mindenki érintett abban, hogy hát mit kap a cégétől karácsonyra, és ezt már tavaly is megjelentünk, és... nem akarom látni! Egészen mindegy, drága, jó. Történt valami a stúdióban, nem kell tudnotok mindent. Szóval, ugye ezt már tavaly is megcsináltuk, és szerintem minden évben megfogjuk, és egyfajta szelepe leszünk mi a magyar társadalomnak, és hagyjuk, hogy egy kicsit rajtunk keresztül leengedjétek azt a bizonyos gőzt. Ugyanis vannak olyan munkahelyek, akik karácsonykor, hát hogy is mondjam, megbecsülik a dolgozót egész évben, és karácsonykor kifejezik a megbecsülésüket. Van ilyen. Ugye? Van ilyen. Hallottunk már róla. Igen, van ilyen. Most a híred is van ilyen? És nagyon megbecsülték? A hír arról szól, hogy egy amerikai cég 1381 dolgozójának fejenként 100 ezer dolláros, mint egy 29 millió forintos bónuszt oszt ki évvégén. Ez egy magánolaj cég, ezzel megköszönve az elmúlt 5 év kiváló teljesítményét. Hát azért ez ízlelgeső kicsit, mert van benne mit ízlelgetni. Egy beltag és egy kültag, vagy többen vannak? 1381 dolgozójának oszt ki fejenként 100 ezer dollárt, ezzel kezdődött a lead. Tehát így szól egy amerikai cég, 1381 dolgozójának fejenként 100 ezer dollárt oszt ki, ami mintegy 29 millió forint fejenként. Egy magánolajcég. Tehát van pénz. De könnyű azt mondani, hogy van pénz, miért ne tennék meg? Hiszen hány olyan cég van? Ahol van pénz. Ahol van pénz, de nemhogy nem 100 ezer forintos, vagy 100 ezer dolláros utalványt nem kapsz, de ha átfordítjuk forintra, 100 ezer forintos utalványt sem kapsz. Hát ez nem mindig szabad úgy nézni, hogy ahol van pénz, ott könnyű. Mert ez nem jó mentalitás, ez nem jó gondolkodás. Hát hány olyan tényleg magyar cég van, aki ember számban nem veszik karácsonykor az alkalmazottait? Ezeket se kapnak. És ugye nem feltétlen azon van a szó, hogy valami nagyon nagy összeget kapjál, hanem hogy érezd a gesztust, hogy fontos vagy, hogy kaptál valamit, hogy megbecsüli a cég a munkádat, hogy gondolnak rád, és nem csak egy vagy a 100 vagy 1000 közül, hanem te is apró kicsi
homokszeme vagy ugyan a cégnek, de a te munkád fontos legalább vagy ugyanolyan fontos, mint a többieké, akik esetleg más pozícióban vagy magasabb beosztásban vannak. Tehát reggelben mész, és akkor egy szelet beigli az asztalodon, vagy egy... De már az is valami. Sztanyolba csomagolja. Igen. Én szerintem akár egy üvegpesgő, vagy egy beigli, az is valami, igen. A vezér egyébként saját erőből lett milliárdos, és úgy döntött, hogy ez egy igazán egyedi karácsonyi ajándék, fejenként 100 000 dollár. Harmadik éve fent vannak egyébként azon munkáják között, vagy azon munkáják listán, amikor a top 100-at keresik, hogy melyik a legjobb munkája. Ja, tehát, hogy ők azért évközben is gondoskodnak a dolgozókról, igen, de most van egy nagyobb bónusz. És a cég válasza egyszerűen annyi volt arra a kérdésre, hogy miért kapnak a dolgozók ekkora ajándékot, hogy ezzel szeretné megköszönni az elmúlt 5 évben nyújtott kiváló teljesítményt, amelynek köszönhetően a vállalat a duplájára nőtt. Ez igen. Ha, tehát 5 éves melónak a vége azért a 30 millió. 1100 embernél 30 milliót kiosztani, az nagyon sok, tehát az nagyon-nagyon sok pénz. Én értem a megbecsülést. Júj, de az hát, te vagy jobb matekból, 1381 x 100 000. Nem, kiszámolhatatlan 3 milliárd. Nem tudom. Érted? Tehát, hogy az akkora összeg, tehát nyilván egy multimilliárdos emberről van szó. Hogy így köszönték meg. De azért nagyon komoly. És akkor gondolom, hogy ezt mindenki megkapja, tehát nem csak az, aki mondjuk az olajkitermelés, hanem aki például a cég irodájának a takarító nője, azt annak is jár. De komoly. Nem hangzik rosszul. Meg az hány millió dollár? Tehát 1381 x 100. 100 ezer. 100 ezer. Aha. Na? 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 Na, mondj. Na, tessék, 100 ezer. De ne halljunk, mennyi a... Ezer. A 130 millió. 130 millió dollár. Dollár. Így van. Szorozza, mit tegyen, 2,90-nál. Ma kamatot emel a Fed, úgyhogy... Igen, lehet, hogy délután. Lesz. Visszatérünk rá visszatérünk, délután. Visszatérünk délután. Ott már, igen, ott már eléri majd, eléri majd az eurót. Szóval, drága hallgatók, na, akkor eljött most a ti időtök. Lehet egy kicsit morgolódni. Ha még idén nem kaptátok meg, akkor írjátok meg nekünk, hogy mi volt tavaly. És elsősorban azon SMS-ekre számítunk, ahol írhatok olyat is, ahol megbecsülnek benneteket, sőt, írhatok kontrasztként azért olyat is, ahol tényleg kaptatok nagy dolgot. Igen. De amikor kiszúrták a szemeteket valamivel, lejárt dolgot kaptatok, 6 évvel ezelőtt még frissnek mondott kompótot, vagy beiglit adott a cégvezető, vagy tényleg valami olyan pofátlan dolgot osztott ki, szúrta ki a szemeteket, hogy nem akartátok elhinni, hogy van az a kategória, minél még a semmi is jobb, tudjátok. Hogy nem, inkább, amikor inkább igen, ne adjon inkább semmit. Ne adj. Tehát inkább tényleg hagyd a felébe, mondd azt, hogy boldog karácsonyt, és kész. Nem? Igen. Egy szem szalon cukor letéve a dolgozók asztalára, nekem egy ismerősömnél volt. Egy szem szalon cukor. Egy igen. Nagyon nagy, egy ilyen nagy, azt hiszem olyan 50-en voltak körülbelül, könyvelő iroda, de ilyen tényleg nagyon nagy, és reggel bementek, 23-án még mindenki dolgozott, mint a barom, és egy szem szalon cukor le volt téve. Úgyhogy tudták, hogy mivel könyvelők, hogy nagyon jól megy a cég. És egy szem szalon cukor. Hányan voltak? 50-en körülbelül. Hát az legalább az egy doboz. Hagyjál már! Azért az 300 forint. Lehet. Másfél doboz az 450. Kézművel hát szalon cukor volt, hogy valamilyen zselés. 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 Zacskos, nem is papírdobozba árulják, hanem kilóra. Valamelyik hiperben. Egy szem szalon cukor. Akkor inkább leadjon. Tehát akkor jöjjön mindenkinek egy körimél, köszönjük szépen a melód gyerekek, jövőre találkozunk. Az is egyébként nagyon elegáns. Például a főnöktől képzeld el egy körimél, amiben mondjuk azt írja, hogy köszi mindenkinek mindent. Vesző az egész éves Lajos, vagy nem tudom mi. Érted? És akkor pirossal. Lajos. Ja, ez most csak félre ment. Lajos, jól értettem? Lajos? Rezső. Mi is nagyon örülünk a karácsonyi ajándéknak. Jó, ne legyünk paranoiásak. Lajos? Senki semmit nem értsen félre. Nem egy ritka névről beszélünk, ugye? Jól értettem. Lajos, előfordul, hogy másnak is még ez a neve ebben az országban, aki vezetőbeosztásban van, talán, esetleg. Lajos. Jó, akkor várjál. Csak jelzem, holnap céges bulinkban, én szeretem, hogy ennek finoman teljesen tudattalanul a tudatalattidból feltört ez a név, és megpróbálsz megágyazni a holnapi céges bulinkban. Jó, megpróbálok ellensúlyozni. Na, tehát akkor köszi mindenkinek, mindent veszi az egész évest Viktor. Igen, ebből csak így lehetett. Na, itt vagyunk, a voltunk. Igen, mi minek örülnék? Hát a holnapi bulinak. Vagy ha Lajos nem csak. Igen, ha Lajos nem hírna, fel 10 órakor. Hallottam, hogy szeretnél. Legyen vissza a kis csáó. A kicsi legyen vissza Balázs mellett, mert nagyon nagy baj lesz. Na, szóval, hogy... Most nem arról van szó, hogy üzenünk, vagy csak kérdezem, hogy mi most... Ha ti örülnétek. Figyeljetek.
De már az is jó, amit kap az ember, nem? A bulit? Hogyha van, ha már a cég azzal gondol rá, hogy van, van egy buli, kapsz egy kaját, kocintasz, együtt vagy, és egy kicsit, vagy egy céges buli. Lesz kaja? Hát szerintem nem lesz. Lesz. Fasírt a szegyet, és termozva te akkor lesz. Nem tudom, mert holnap lesz, ami céges lesz. Biztos, hogy lesz. Csak nekem nem szokott. Biztos, hogy lesz. Marhatőri. Hát majd te hozol valami, mint trapistát. Kiránt. Becsomagolod celofán, és ott kiránt. Nem, biztos, hogy ezt kisítik, aztán kell. Nem, a szerencsém alatt bolonyai lesz, akkor azt tudok én. És már nem keverik össze. Nem. Mi most nem paraszkodunk, mert azért ez jó lesz. Szerintem. Mi kéne még, hogy még minek örül, minek örül az alkalmazott? Pénznek örül pénz. Leginkább az a legjobb. De pénz. Ha ajándék, hagyjuk ezt egyébként... a szaloncukrot, szerintem azért a pénz. Pénz. Igen? Tehát a pénzjutalomnál nem talál be semmi. Mindig azt mondják, hogy pénzzel nem lehet motiválni. Én mindig azt mondtam, hogy az akkori, azok, akik nem akarnak, hogy de szerintem lehet, próbáljátok én ki. Én azt mondom, hogy próbáld meg. Igen. Igen. Tehát, hogy én is ezt mondtam. Próbáld meg. Hát nézd meg, hát adjuk ennek egy esélyt. Hát most honnan tudod, hogy van. Honnan tudod, hogy mit vált ki belőlem, érted? Pénzzel nem lehet motiválni, mondta a tripla nyakú, kifugszolt kopasz, hogyha is beszélt a kohibába, persze. Tehát, hogy így, ezek szoktak által mondani, pénzzel nem lehet motiválni. De hogy nem? Hogy ne lehetne? Érted, egy 13. hajban azért lehet motiválni. Lehet, ne, ne. Igen. Karácsonyfával próbáltak bennünket motiválni annak idején. Mindenki kapott egy karifát. Mindenki kapott egy karácsonyfát. Ami azért volt gáz, mert ugye nem tudtad kiválasztani, hanem odahoztak az udvarra 40-et, és akkor ott elkezdett a tömegverekedés kibontakozni, hogy kinek milyen fa kell, mekkora kell, és aztán jött a gond, hogy viszed haza. Úgyhogy annyira nem volt nagy. Aztán egyszer kaptunk a Damban régen utalványt, emlékszel, karácsonyfa utalvány, Zsül. És akkor azért, az például tök jó volt, azt szerintem aranyos volt. Karácsonyfa utalvány? Igen, elmehettél egy céghez, és kiválaszthattad, hogy milyen karácsonyfa. Ja, az akkori Danubiusz tulajának a fenyőfát árul a cég. Azt nem tudom, hogy volt egy ilyen összefüggés. Ott vagyok, egy utalványt vásárolja le nálunk, csak is itt lehet átváltani. Igen, hát ez egy érdekes dolog, ez a karácsonyi ajándékozás. Nem. Jó, ezt mondjuk, ezt a változatot azért mi is ismerjük, hát hogy volt ott, hogy az egyik műsorgyártó cégnek tulajdonosa adott a dolgozóknak, meg az alkalmazottaknak ajándékot. És ezt az ajándékot tényleg le lehetett vásárolni a közeli bevásárlóközpontban az ő üzleteiben. Ez nagyon szimpatikus, nagyon aranyos volt, hát egyik zsebéből áttette a másikba gyakorlatilag. De szerintem menő. Jó, de mit tudtál venni? Igen, de ha nem vásároltad le, már 31 megbüntették és levonták a fizetésedet. Tehát ott volt apró betűs része, és kötelező levásárlás. Igen, hogy vásárolt. Tényleg. Kötelező levásárlás volt, igen. Na, drága hallgatók, lehet egy kicsit panaszkodni, jó? Ami nektek az elmúlt évekből tényleg rosszul esett, és olyat írjatok, amikor nem hittetek a szemeteknek, és azt mondtátok, hogy te jó atya úristen. Hát, hogy komolyan tényleg ezt érdemlem. Vagy azért, mert akkora dolgot kaptatok, vagy azért, mert hát... Annyira semmi, de én azt hiszem, inkább az utóbbi lesz. Nem? Sajnos. Inkább az utóbbi lesz. Magyar valóságot ismerve. Igen, egy kimásolt oldal, mondjuk a 100 leggazdagabb embert, és bekarikázva a főnöknek. Köszönjük szépen a főnökötök, a 83-ról átlépett a 22-re. Még 40 milliárdot keresett. Ez az a ti érdemetek. Úgyhogy mindenkinek egy forrózmunk azért. Így van, legyünk együtt büszkék. Legyünk együtt büszkék, lapozgassátok, és merítsetek belőle erőt. A 43. oldalon találjátok a 100 leggazdagabban a főnökötöket. Január közepén nem vagyok. Igen. Egy érdekes dolgok ezek. Mi már nem húzunk egyébként így munkahelyen belül? Hogy érted? Hát mi húztunk, a mi kollektívánk húzott. Már elfejtetted? Nem úgy, hogy csak ne, mi, hanem én nagyon sok olyan munkahelyen dolgoztam, ahol az egész munkahely húzott, és vagy úgy volt, hogy nevet húztál, vagy beraktál valamit, mindenki vett valamit, beraktál valamit a fal alá, és aztán kihúztak egy nevet, és az választhatott egyet a falról. Tehát, hogy nem tudtad, hogy kinek veszed, és nem tudtad, hogy te kitől kapod. Volt egy értékhatár, gondolom. Volt egy értékhatár, igen. És az, ugye ezt nem a munkáltató adta, hanem azt a dolgozók vették egymásnak, de mégis olyan jó volt, hogy ott állt, mit tudom, 40 ember, és akkor beraktad, vagy megnézted, hogy kit húztál. Vagy álltál a kis ajándékoddal, és akkor megmondták, hogy ezt ennek annak kell odaadni. Ja, és akkor ilyen meglepi volt, hogy akkor... Meglepi volt, persze. Kibontottak, és akkor nem lehetett tudni, mi volt benne. Nyilván nagyon öncélú dolgok voltak benne mindig. Igen. Tehát, hogy semmi értelmes dolog nem volt benne soha. Persze, tehát, hogy megvetted a legöncélúbb dolgot. De hogy azért az jó, amikor így, mit tudom, 50 ember dolgozik egy munkahelyem, nem? Igen. És akkor így húznak és megajándékozzák, és én ezt bírom. Csak amikor már nincs ilyen. A tizedik gúminőt veszik. Igen, jó, hát előtérnek a legújabb modellek. Végre egy szőke is. Igen, Black Dick 83 000 plusz kiadás, meg nem tudom. De hát ez a harmadik után már teljesen triviális.
Hogy itt, hogy sose volt ilyen, miért nincs nálunk húzás? Terjeszd be. Most ma írsz egy kör e-mailt, holnapra még meg tudjuk csinálni. Mm. Sziasztok, Balázs vagyok. Meglepődnél, menne mindenki. Nagyon, de szerintem nem csak én. Igen. Szerintem rettegne mindenki az ajándékaittól. Tehát, hogy én be tudok állni a sorba. Hát én nem, de abszolút. Megmondják, mennyi az értékhatár, és akkor tudod. Mire gondolod? Hát én értem, kimondanának egy kis csomagot, érted, és akkor, hogy ez mink, vagy ilyen gumikalácsony, nem popsi dugó. Popsidugó. Hát nem ez a szakszerű kifejezés, de hát korámban. Tudnám, hogy kinek adjam. Ja. Hát, hogy lenne rá ötletem. Na jó van, drága hallgatók, jövünk az SMS-ekkel, jó, írjátok meg nekünk a legelképesztőbb karácsonyi ajándékotokat, amit kaptatok. Ha nem kaptatok azt is, akkor viszont azt írjátok meg nekünk, hogy mi volt az indoklás, ha volt. Jó? Ha nem volt tárgyi ajándék, akkor pedig azt írjátok meg, hogy mit írt a főnökség. Tényleg. 8:30 pontosan, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után az SMS-ekkel. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49, majdnem 8-at mondom, 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és arról beszélgettünk, hogy hát ki mit kapott már céges ajándékként karácsonykor, mert ilyenkor ugye hát mennek az ajándékozások. Ha mennek, ugye? De hát az SMS-ekből azért kiderül, hogy nem minden cég vezető gondol úgy az alkalmazottjára, hogy hát, ha nem is nagy ajándékod, de azért valamilyen kicsit megérdemel, mert a gesztus néha fontosabb, mint maga az érték, hogy legalább igen, gondolunk rá, ha nem tudunk, vagy nem akarunk drága dolgot adni, vagy sok pénzt adni, vagy vásárlási utalványt, vagy bármit, akkor legalább egy kicsi apró gesztussal érzékeltetjük, hogy vagy, hogy itt dolgozol, hogy megköszönjük a munkádat, és hogy fontos vagy. Elképesztő SMS-ek jönnek. Hát vagy gondolja, hogy ha nagyot nem is, akkor kicsit, de az sem. De gondolja. De akkor inkább ne. Most komolyan az gond, nem? De tényleg, olvasom az SMS-ek. Az inkább ne, én azt arra mondtam, azt néhányan félreértették, hogy írták, hogy ne, hogy az inkább ne, az nem jó, mert akkor valami kicsi. Hogy van az a kategória, ami annyira megalázó, ugye? Hogy arra mondod, hogy akkor inkább semmit. Tehát az inkább ne, az nem úgy, hogy most kapsz egy doboz szaloncukrot, egy üvegbort, és akkor arra azt mondja, hogy jaj, semmi, inkább pénz vagy ezt. Mert az egy gesztus. Így van. Hanem van, amikor tényleg annyira kicsinyes, vagy annyira pitiáner, vagy annyira bántó, hogy ennél még az is a jobb, ha inkább nem ad semmit, mert annyira kellemetlen, amit ad. Tehát én ezt így mondtam. Hát ha például egy édesipari cégnél dolgozol, és mondjuk 3 hónapon keresztül szaloncukrot gyártotok és csomagoltok, és aztán egy nap reggel bemész, és az öltöző szekrényedben ott van egy szaloncukor. Ugye? Lejárva. Igen. Na, hát nézzük az SMS-eket csak, hogy ha azt gondoltátok, hogy nektek rossz, és ha azt gondoltátok, drága hallgatók, hogy néhányan közületek, hogy ti dolgoztok a világ legrosszabb munkáján, akkor most figyeljetek, skubizzatok, és hallgassátok meg, hogy milyen cégek vannak Magyarországon. Szebb lesz az életed, ugye? Ha szerintem igen. Szerintem igen, hogy mindennél, minden élethelyzetnél van rosszabb, és nem is biztos, hogy a sajátunk vagy a tiéd a legrosszabb. Amiről az ember azt gondolja, hogy mindig neki a legnehezebb. Nyilván nem olyan SMS-eket vártunk tényleg, hogy fejenként 100 000 dollár, ez egy magánolajcég brutális bevétele, de kontrasztnak érdekes azért ez az amerikai cég, bár a két végletet hasonlítjuk össze. Hát a szegénye magyar cégeket, illetve a dollármilliárdos amerikai magánolajvállalatokat. Na, de hogy nézzük tényleg, mi történik itthon? Azt mondja, hogy a céges karácsonyi vacsorán a főnökünk élménybeszámolót tartott a nepáli nyaralásáról. Na. Melyet projektoron kivetített fényképekkel illusztrált. Ezzel köszönte meg a munkánkat, értitek? Hát, hogy szóval ő a paré. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ő a paré. Tehát igen, odaérte az illető nevét, ha lehet a nevet, nem mondjátok. Nem mondjuk. Nem közvetlen vele, de cégcsoportomról dolgozom. Nézzék meg! Nepál! Innen egyenesen mentünk helikopterrel. Nem, vittek minket. Vittek minket egy helikopteres túrára, megnéztük az Everestet. Innen egy picit átrepültünk Lászába, megnéztük Tibetet, majd tovább indultunk a Kajlászhegy felé. És a végén egy indiai raftinggal. Így van. A Szikkim tartományjal és Punjab tartományjal zártuk a 3 hetes körutazást. Megcsinálnád ezt egyébként? Hát, ugye? Hogy azért ehhez kell egyfajta. Igen, intelligencia hiány. De ebből látszik, hogy ez egy spirituális beállítottságú ember. Abszolút. Igen. Köszönöm a sok munkát. Nagyon sokat keresett a cég. Nepálba mentem. Megkeresem a megvilágosodást. Nagyon sokat gondoltam rátok. Nagyon sokat, de tényleg. A mi cégünknél áfás számlát kell vinni a karácsonyi bónuszról, ami kerek 10 000 forint, hogy ezután az áfát még vissza tudják igényelni. Most agyalhat az ember, hogy mi olyat vegyem magának, amit a cég le tud írni.
Előző cégnél borítékot kaptunk ajándékba, természetesen nem számítottam semmi jóra. Első karácsonyos kollégina nagy boldogan nyitott, a bónusz reméért kaparós sorsjegy volt benne. Hozzá egy pár kiló szaloncukor és egy recept egy forralt borról. Aha. Erre mondom azt, hogy ha nem adnak semmit, az is jobb lenne, írja egy hallgató. Igen. Kellemes ünnepeket. Hát ennél csak jobb egy kitöltetlen lottószelvény lenne, és odaírva mellé, hogy ebből még bármi lehet, pont. Éveken át borítékban pénzt kaptunk. 10 000 forint. Idén nem nyert kártya volt a borítékban. Ja, vettük a poént, de kiderült, hogy ez nem vicc, pedig tényleg megy a cég, tavaly 164 millió volt a bevétel. Ez konkrétan ez megalázó. Ez nem vicces. Dolgoztam önkormányzatnál, figyeljetek, az egyik év végén kaptunk egy hólapátot, meg egy vesszőseprűt, hozzá a szöveg, hóesésben, ha jövünk dolgozni reggel, akkor meg tudjuk takarítani a közterületet. Gratulálok. Azt mondja, hogy 7 éve vagyok egy cégnél, de még soha semmit nem kaptunk karácsonyra, még egy SMS-re, hogy köszönjük a munkánkat. De sírni minden év novemberétől elkezdenek, hogy nagyon rossz év volt, éppen hogy nullásra ki tud jönni a cég, holott az előző években is milliárdos tiszta nyereséggel zártak. Sanyika írta nekünk. 2000-ben kaptunk a vezérkartól egy 2000-es számgyertyát és telefonos köszöntés Olaszországból, mert hogy sieltek. Ő úgy írta, hogy sieltek a köcsögök, de én ezt nem akartam elolvasni. Igen. Hatan voltunk, vendéglátásban dolgoztunk. Képzeld el, hogyha kapsz egy ilyet. A gyertyát hazafelé a kocsiból. Amit, aj, de, hello big. Tehát ő kivágta a gyertyát, igen. Vagy átjön egy telefonos tudod, kapcsolás. Ízlet, hogy a főnökik ott vannak, és Olaszországban. Üdvözlet az olasz Tirolból. Látod, hogy annyira megsieli a lejtőt éppen. És ráadásul ilyen Skype-os kapcsolatot. Színé tudod, hogy lásd, hogy hol vagyunk. Igen. A főnökünk lefényképeztette magát a cég táblánál, ezt borítékolta, és mindenki kapott egy példányt, sajnos pénz nem volt mellette. Hm? Mosolyogjon, főnök! Én cégem! Most repül a kismadár, és utána ezt megkapja minden alkalmazott. Atya úristen! És hogy ők tényleg cégvezetők. Tehát az érzelmi intelligencia, hogy azért az valójában mennyire jelzik, hogy lehet, hogy azon a szakterületen egyébként baromi sikeresek és megoldják, de hogy azért emellé nem társult némi érzelmi intelligencia, hogy nem adod magad oda a cégtáblán mindenkinek. Mi mire számítasz? Otthon kirakod? Igen. Tehát ki bekereteszteted, hazamész, és az anyád, az apád és a tesód képe mellé lerakod a cégvezető cégtáblával? Igen, hogy milyen jó a főnök. Hiszen egész évben kaptunk. Mit gondol? Vagy mit csinál vele? Apád és a tesód képét hátrébb tolod egy picit a második sorba, és az első sorba berakod a főnöki. Igen. Azt mondja, párom külföldről hazatért főnökétől egy tábla lejárathoz közeli törött táblás torta bevonót kapott. Hát most törött, te érted, úgyis felolvasztod a torta bevonót. Hát nem. Tökéletesen igazad van. Hát minek? Érted. Most volt a karácsonyi céges bulink, jeleztem a főnökségnek, hogy ételallergiás vagyok, úgyhogy én nem kaptam semmit vacsorára, vihettem magamnak, de ez nem volt baj. Sokkal keményebb volt, hogy aki nem jelent meg a bulin, levonták a vacsorát a fizuja árából. Vagy levonták az árat a fizujából. Igen, hát figyelj, ki volt fizetve. Ha nem jöttök holnap, kettőtök helyet teszem, jó? Jó? Jó. Ha esetleg baleset, nem jöttök, bármi történik, ígérem, leszem. És akkor... Jó, Léci, ne körüljünk baj. Jó, bevállalom. Gyerekek, nem mondjátok, lehettem olyan ilyen. Megettem két tofu szeplicset, meg ránt a csajtot. Konyha felszerelési cégnél dolgoztam, kari előtt a főnök szólt, hogy választunk egy darab terméket, amit szeretnénk. Mikor megvoltunk, közölte, hogy ezeket megvehetjük beszerzési áron. A legjobb. Elhiszed, nagyon nagy. Elhiszed. Nagyon nagy. Megvehetjük beszerzést. Megvan? Teflon? Sütő? De szép kis római tál. Terenc? Mit választod? Ó, látom. Na, hát akkor... Na, ügyesek van, jó van. Nézem, mindenkinek is. Akkor. Most! Már is nézem. Római tál. Nagyon jó. Mikro, igen, sütő, ú, de szép. T-betűs cégnél dolgozunk. Karácsony ünnepek és boldog új évet kívánom boríték volt a felirat volt a borítékból, ez annyira nem durva. Hát azért gazdag. Igen. Céges bulinkon a kaja az aznapi menü volt az étteremből. Ajándékként pedig 10 darab fadíszt választhattunk. És egy képkeretet. Azért ez is kemény. Pro és kontra. Mobilos cégnél voltam értékesítő. Pár éve, amikor újdonság volt az almás telefon 5-ös szériája, az egyik fuvarozó cég a partnereknek azt adott karira. Mi ugyanebben az évben a főnöktől csokiból kaptuk ugyanezt a telót, de legalább elment érte Bécsig. Na. Így hallgatunk. Csoki iPhone-t kapta? Igen. Mi egy USB telótöltőt kaptunk karácsonyra, most ment legjobban a cégnek idén. A karácsonyi partin a kaját mikroszkoppal lehetett megtalálni, olyan pici adagok voltak, puszi. Azt mondja, hogy Nyíregyházi kórház, évvégi jutalom, a dolgozóknak 2x4 darab spáros 20%-os kupon.
amit egyébként boldog-boldogtalannak dobálnak a postaládába. Azért ez is kemény. Nagyon kemény SMS-ek vannak. Igen. Az idei karácsony ajándék volt a legszebb, egy fotó arról, hogy a főnökeim nyaralnak, és alá volt írva, hogy boldog karácsony mindenkinek. Hogy nincs senki, aki szóljon ennek az embernek, hogy főnök, ezt ne. Fél, lehet, hogy nem is érteni. Nem érteni. Hát, ha érteni, nem küldeni. Hogy megosztom az én boldogságomat így a dolgozóimmal. Van egy hallgatónk, halló. Az én sikerem, a ti sikeretek is. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello. Csaba, hello, Csaba. Na, te mit kaptál? Hát, majdnem olyasmit, mint az előbb említettetek, ez a lefotózva a főnök, csak itt nem lefotózva volt, hanem leírva. Konkrétan arról szól a történet, hogy egy 90-es évek elejéről beszélünk, tudni kell, hogy akkor egy Magyarország egyik meghatározó nagy vállalkozója, aki egyébként mellesleg országgyűlési képviselő is volt. Na most a teljes cégvezetést meghívta névvégi vacsorára a székhely városába, egy ilyen nagyon exkluzív helyre, egy szállodába, tehát egy nagyon komoly vacsora volt, és mellé egy nagy megkötött könyvet kaptunk, hát nagyon szépen be volt kötve, gyönyörű piros posztóba, szóval egy nagyon komoly valami nekünk, gondoltuk, hogy biztos benne még van azért valami boríték vagy ilyesmi. Hát amikor kinyitottuk, az elég sokan meglepődtünk, és így egymásra néztünk, ugyanis a országgyűlési felszólalásai voltak kinyomtatva egy legyőtve. De komoly. A nagy ember, atya Isten. Tudni kell, hogy abban az évben a forgalmát egy konkrétan egy nagy rendel növeltük akkor így a kereskedelmi vonalon. Úgyhogy úgy eléggé ledöbbentünk, hogy hát ennyi az ajándék. Hát, hogy olvasgassátok, hát tanuljatok belőle. Hát nem, megmondom őszintén, én mindig ilyen pasi voltam, hogy én szerettem az ilyen magas labdákat leütni, úgyhogy oda is mentem, oda is megkérdeztem, hogy elég elolvasni, vagy meg is kell tanulni. Így rám nézve, mondtam, hogy de egyébként, ha ennyire rosszul ment a cég, és esetleg a családnak már nem jut a karácsony halá, akkor én az évi jutalmamat, amit biztos majd valamikor megkapnék, azt felajánlom erre a célra, és akkor így el is váltunk egymástól. Atya Isten, hát szemtelen. Igen. A parlamenti felszólalása. Olvassatok. Nagyon jó. Tanuljatok belőle. Tanuljatok belőle. Van benne meló. Egyébként ez annyira nem egyedi, a feleségem a testvére, aki szalag mellett dolgozik három műszakban, a csajok, azok karácsonyra egy tollat kaptak. Ez a ne igen, az úgy nagyon kell. Tehát az nagyon-nagyon kell. Tehát pont minden íróasztalom a 35 darab, hanem ilyen tolmániás, hogy legyen az öltönyöd belső zsebében, de az nagyon kell. Egy toll mindig jó, ha van az embernél egy új toll. Az nagyon fontos. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Kellemes ünnepeket. Hello. Én több mint 10 éve dolgoztam Mekiben, éveken keresztül a megmaradt kólás üvegporrakat kaptuk. Nagyon szép ajándék. Annyi porram van, hogy kocsmát nyithatnék, pedig még a rokonoknak is adtam. Atya úristen, azt mondja, hogy minden évben egy darab irattartó mappát kapunk. Darabja körülbelül 10 forint. De azzal forgalmazzátok? Tehát van belőle sok? Hát, vagy tudja, vagy egyszerűen csak, hogy tud az adataidat, papírjaidat hol tárolni. Hát lehet, hogy szeretik, igen. Azt mondja, az egyik évben olyan visszahívott illatgyártyát kaptunk, aminek mérgező volt a füstje. Egy multicég volt az ajándékozó. Az illatgyertyát azóta visszahívták. Úristen, jól menő nyomda, gyerekeknek háztartási kekszet csomagolt be egyenként céges papírba. Egy darab kekszet? Igen. Igen. Kis KKV-nál dolgoztam, az akkori főnök az évek óta a polcon porosodó díszgyertyákat csomagolt be karácsonyra. Konzervgyárban kiválogattattak velünk a raktárban a lejárt konzerveket, ezt osztották ki a karácsonykor a dolgozóknak. És még te válogattad, tehát az milyen, hogy tudtad, igen, hogy tegnap előtt kiválogattad? Töltőállomáson dolgozom, 345 gram szaloncukrot kaptam. 345? Egy doboz szaloncukor. Egyszer kaptam egy lejárt olasz kuglófot. Most évek óta savanykás bort kapok. Gábor, nagyon szeretjük az esemesedet, hát igen, kitartás. Nem kávézom, a főnököm tudja, hisz mindig invitál egy kávéra, ő iszik, mindig mondom neki, hogy nem kávézom, erre az ajándékom két csomag kávé. Jó lesz valakinek. Hogy figyelünk az alkalmazottakra, igen, hogy ismerjük őket, valami hogy van szeretjük azzal őket. A kávéval, valamit mondott, hogy kávéval, igen, van valami, biztos szereti. Építőipari cégnél vagyok. Idén 1 kiló pucolt diót kaptunk fejenként. Az a drágább. Jó, mondjuk az azért nem olcsó, de hát... Igen. Legnagyobb magyar bank, egy doboz szaloncukor. Főnök vett egy új buszt, nekünk örülni kellett neki. Magának?
Igen. Na, hát látjátok, drága hallgatók, hát ha tudtunk ugye olyat mondani, amitől kicsit jobb kedvetek lett, és azt mondjátok, hogy jól van, nem nekem a legrosszabb, vagy nem az én munkájám a legszemetebb, hanem hallottam a Morning Show-t, hallottam a fiúkat, van rosszabb. Ezek a témák mindig azért így jó, van. Nem? Így van. De azt gondolja az ember, hogy na jó. Nekünk se volt szép, nekünk, de így gyerekek, igen, de mégis csak. Azért a fejenként egy darab háztartási keks becsmagol, vagy add a gyereknek, azért. Meg az országgyűlési beszédek best of. Ugye? Annyi, vannak szép ajándékok. Holnap céges buli. Játszunk egyet, jó? Bárminek örülünk. Nem vagyunk. Nagyra vágyunk, ugye? Nem akárhova megyünk, azt tegyük hozzá. A vörösbort de... nagyon szeretjük. Nem? Hát? Hát csak lesz ital. Hello. Hát valami csak lesz. Biztos, hogy lesz, lesz valami. Biztos, valami csak lesz. Én nagyon hiszek benne. Te jössz? Hogyne? Jövök. Elmegyünk, gyerekek. Elmegyünk jövök. Kicsit. Ott leszünk. Persze, kicsit ígyunk. Leajosodunk. Na, megnézem. Mondjuk a Jani, én már ittam a Janival egy kis mennyiségű alkohol után, ő a legparádésabb az egész. A Jani ránéz egy édesborra, és már részt meg. Igen, neki nem kell francia salátát, végem van. Fíj, és parádés a csávó, olyankor, hogy én várom. Így áll, légy szíves. Na játszunk, mutatjuk a beugrót, a hármasugrásra, figyelj mindenki. Ez a beugró a hármasugráshoz. Na, jó. Na, jó ez. Alakul ez. 3 perc, 9 óra, írjátok meg, mit hallottatok, kettő darab dal címet, vagy kettő darab előadót küldjetek nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 12 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk. Még jönnek a panaszkodó SMS-ek, drága hallgatók, hát mi megértünk benneteket és mindenkit, de tulajdonképpen lezártuk a dolgot, úgyhogy most már ne írjatok nekünk. Karácsonyi ajándékokat, hogy mit nem, vagy mit kaptatok a cégtől, de még mindig özöllenek az SMS-ek. És boldog karácsony. De én azt gondolom, hogy ha a cégvezetők is hallanak most minket, akkor egy jó tippet, egy jó ötletet tudunk adni. Például küldhetnétek a dolgozóitoknak, megköszönöm az egész éves áldozatos munkát, egy dalt Abaházi Csabának. Erre gondoltam én. Egyébként azt is meg lehetne csinálni, hogy meghallgatni őket, hogy miért nem adnak. Na, lehet, hogy van valami jó magyarázat, nem? Annyira rossz év volt, fej. Én nem hiszitek el, annyira rossz év volt, ilyen rossz év még soha. Figyeljetek, nem, alig tudtam a béreket kifizetni, most viccelsz. Jó, most elugrottunk Nepálba, de hát most... Hát de most neki van egy fizetése, abból futja Nepálra, érted? Mm-hmm. Vagy benne van a szerződés. Ezt már tavaly befizettük, ami szintén rossz év volt, de azt... Na mindegy, de ez már régen volt. Igen. Vagy van a szerződésében olyan, hogy neki jár az új hetes bövös. Hát akkor jár, érted? Az nincs ráhatással az ő hetes bömöse és nepáli utazásra, se a karácsonyi bónuszra. Leasinget. Amúgy is leasinget az a bömös. Érted, hogy igen, az csak azért van, hogy a cégnek legyen meg jó. A gyerek nevén van, aki 10 éves. Na gyorsan egy-két közlekedési hír. Csak ezt még gyorsan megírom. Azt mondja, hogy nézzük mi ezért az utakon. Az senki nem írta, hogy a Moszkva tér felé áll az egész alkotás út. Köszönjük szépen. Ne, senki nem írta, de most már te megírtad nekünk. M1-es 86-os kilométernél a hídról mérnek a rendőrök Pest felé. Dávid 94 küldte nekünk. Szépföldi úton lefelé a parkoló kocsikkal mérnek a pirodalmiak. Baleset Szentendrén a 11-es úton Budapest felé nagy a dugó, egy sáv járható. Csengő küldte nekünk. Bőszénfán Kaposvár felől mérnek egy majom ketrecből. Az Árpád hídon Budára Pest felé a külső sávban lerobbant egy autó. Azt kerülgetik, ez pedig Bea küldte nekünk. M3-as bevezető a Szerencs utcánál kicsit torlódik, szélvédős Feri üzeni, valamint Bocska Peterden a kicsi szurikáták a Szigetvár felől érkezőket mérik. Úgyhogy ott is figyeljetek. Egerben is van egy trafi, illetve a Szentendrei úton már megindult a forgalom, jól lehet haladni, mert ott egy nagyon nagy baleset volt a befelé vezető oldalon, és emiatt ott megállt az élet. Így van. Na, nézem, hogy van-e még valami, nincs más most. Azt érzitek, hogy mindenki feszülődik be a karácsonyra? Egyértelmű. Közlekedésben például. Tegnap megyek egy bevásárló ilyen nagy bót felé,
és megálltam én is a parkolóba, letettem a gépjárműet, szépen sétáltam kifelé, és úgy van megoldva, hogy ahogy behajszolsz a parkolóba, akkor keresztben vannak zebrák azon az úton, ahol a gyalogosnak jönnie kell, igen ám, de a zebra mellé oda tették a kocsitárolót, ezt a toli kocsitárolót, tehát ha te ki akarsz, hát akarsz menni a zebrán, akkor a kocsitároló mögül lépsz ki. Jött az autós, emberünk kilépett a kocsitároló mögül, az autós nem jött gyorsan egyébként, tehát ugye nem láthatta az embert a kocsitároló miatt, kilépett, és neki így rá kellett fékeznie, és az autó eleje picit, tudod, így lemegy, az a klasszikus kép. Na, emberünk így ránéz a gyalogos. Zebra! Továbbment, és egy fél perc múlva visszafordult, és azt mondta, hogy és... Tehát, hogy még így rátett karácsonyra való tekintettel, igen, érted? Nem volt, igen, tehát nem volt veszélyhelyzetben az emberünk, abszolút nem volt veszélyhelyzetben, de úgy érezte, hogy még egy mondat kell oda, mert közeleg a karácsony. Ez volt az egyik. A másik, kettő autós, ugyanez, be akartak fordulni bevásárlóközponthoz, egyik jobbról, másik balról, és ott ugye a jobbról érkezőnek volt, ha szemből nézel, elsőbsége, mert ő kisívben bekanyarodott, és be is engedte az ember, aki balról érkezett, viszont úgy engedte, hogy kettőt rávillantott, hogy gyere, te só, menjél a reflektorral. Válasz mi? Nem. Filoz. Megállt az ember, na, kiszállt, és oda ment, és elkezdte ütni a kocsinak a tetejét, hogy mi a nyádat villogsz. Aki mondta, hogy semmi, csak beengedtelek. Aha, csak éreztem be, hogy de máskor integethetek, és akkor meg azért összeidő, hogy miért mutogatom. Igen, akkor meg miért mutogatsz. Imádtam, ez csak a tegnap. Mégis csak a szenteste van, nem sem. A szeretetüket otthonra tartogatják. A befelé fordulás, a szeretet, a meghittség, az érzelem kinyilvánítása és az emberbaráti szeretet megmutatása. És tökre ezt éreztem mind a kettőben, kellene szó, amit most elmondasz. Igen. Na jól van, játszunk, itt van már is a hallgatónk. Hármas ugrás, játszunk valakivel. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Na. Halló, jó reggel! Zsuzsa vagyok, szia! Zsuzsa, hello! Zsuzsa, honnan hívtál minket? Szolnokról. Igen. Szolnok, de finom dödölétettem ott egyszer. Szolnokon. Mit csinálsz Szolnokon? Szolnokon finom az Isten, én dolgozok az Isten. Mi? Irodai igen, dolgozó vagy. Uh-huh. Kaptatok ajándékot? Tényleg volt ajándék. De csak csendbe. Milyen ajándék? Karácsonyi. Húsvéti. Hát, még nem. Még nem? De lesz? Szokott lenni? De télapó jár. Na, hát mit kaptatok? Nem sűrűn. Nem. Pont ez volt a témánk 8 óra után, hogy kinek, ki mit kapott már céges ajándékként. Hát egészen elképesztő SMS-eket olvastunk egyébként. Tényleg? Hogy... Hát mi nem kaptunk. Hát még? Még. Még. Tavaly? Tavaly nem dolgoztam, mert gyerem voltam. Ó, aha, hát akkor majd most idén lehet, hogy megkapod. Ki tudja, lehet. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy hát közepes, szerintem vihető. Abszolút. Közepesek a kérdések. Semmi extra. Nem kell kapkodni, az a lényeg, jó? Jó, oké. Ne kapkodj, hiszen akkor lejár az idő. Na, például. Ugye? Na. Így szól az első kérdés. Melyik hegységben található az Európai Unió legmagasabb hegycsúcsa? Ravasz kérdés. Alpok? Így van, pontos. Így van, a Mont Blancról van szó, ugye. Mont Blanc. Menjünk tovább? Mehetünk. Melyik közismert alkoholos ital alapanyaga a cukornád? Alkoholos ital, cukormáz. Igen. Aha. Az alapanyaga a cukornád. Melyik alapanyaga a cukormáz. Melyik alkoholnak nem alapanyaga? Báz, nem cukormáz, cukornád. Kinek fordítasz? Hogy kinek cukornád! Cukornád! Sör. Saki? Nem, az rizs. Az rizs, az japán, az a rizspálinka. A cukornád, az a rum. Rum? Azt nem iszok. A saki, az egy pálinka. Az egy rizspálinka. Igen. Azt inkább a japánok isszák. Értem. Uh-huh. Ki volt az, mi aki? A még valaki gondolkodik rajta erősen. Nem biztos, hogy az. Igen, kollégina, vitt a málnásba picit, Zsuzsa? Tessék? Semmi. Puszilunk, kellemes ünnepeket! Köszönöm! Ciao! Hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban.
Készülj a következő megmérettetésre. Ne haragudjatok, nem volt más megoldás, mert hogy vagy az adást hallotta és telefonban nem figyelt, és ezért 10 másodperce minden később ért oda, vagy valaki elterelte a figyelmét, de nem voltunk egy hullámhosszon. Szerintem kb. Ez a három lehetett egyszerre, tehát egyrészt telefonált, másrészt szólt a rádió, arra is figyelt, figyelt arra, hogy mi mit mondunk neki, illetve meg a kollégák még megpróbáltak segíteni, miközben már rég lehet. Nem, szerintem ott egy téridő kontinuum ugrás miatt most az európai nő a legmagasabb hegycsúcsán vitatkoznak még, és még nem mondták be az Alpokon. Tehát nagyjából ott vagyunk. Igen. Csak mi már itt előrébb jártunk kicsit. Picit volt egy kis elmaradás. Balázs, itt vagytok még? Édesem, nem tudod ránk figyelni, így viszont azért nekünk nehéz, igen. De hát mindegy is, ha beszéltünk volna tovább, akkor is rossz válasz van, úgyhogy nem tudunk ajándékcsomagot adni. 9:30 lesz pontosan, 10 perc múlva jövünk, mindjárt egy zene után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9 óra, múlt pontosan 24 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és már is folytatjuk egy rövid kis zene után. Na, Ákos ügyről ki mit gondol? Ez érdekel bennünket, tematizálja a közvéleményt, mindenki erről beszél, van, aki csak az van, aki az egész interjút látta, van, akik kiragadott részekbe kapaszkodnak, és hát ugye volt két kijelentése most, két, hogy is, egy politikusnak és egy közéleti szereplőnek, egy zenésznek, ugye Kövér Lászlóról és Ákosról van szó. És hát ezen a héten ez most abszolút sláger téma. És hát Ákos jött ki belőle rosszabbul. A Kövért egyáltalán nem érdeklik, úgy tűnik a rezgések, rengések, hullámok, amiket kavartak a kijelentései, viszont szegény Ákost, meg ugye ez annyiban érinti rosszul, hogy ez volt az előzmény, és amúgy is egy picit fel volt hergelődve az egész ország. Így van, meg előadó művészként ez nyilván másként érint téged, mint politikusként. Szerintem nincs Ákos ügy, ha nincs előtte Kövér ügy. Tehát ez egy nagyon fontos momentum a dolognak, hogyha ez a Kövér László szájából nem hangzik el ez a bizonyos mondat, akkor nem kapjuk fel a fejünket Ákos mondatára. Uh-huh. És akkor itt már folytatom is Ákos mondatával. A háborgók nagy többsége, én tegnap körbenéztem az interneten és különböző posztokon, a háborgók nagy többsége ezt az egyetlen egy mondatot szajkózza, amit kiragadtak egy 40 perces interjúból. Ákos rosszul fogalmazott, de Ákos nem mondta azt, hogy minden egyes magyar nőnek az a feladata, ahogy én gondolom. Ő nem mondta azt, hogy minden egyes magyar nőnek az a feladata, hogy otthon üljön és gyereket szüljön. Ákos, és ezt nem most először mondja el, hanem ő mióta a pályán van, ő a régi klasszikusnak mondott értékekben hisz, amely értékek szerint az az optimális világ, ha egy férfi tud annyi pénzt hazavinni, hogy eltartsa a feleségét és nagyszámú gyermekeit, ha anya úgy dönt, hogy ő 3 évig otthon akar maradni a gyerekével, ami teszem hozzá nem egy rossz dolog, szerintem, akkor azt megtehesse. Én azt érzem, hogy Ákos ezt akarta mondani. A nép pedig kiragadott egy mondatot, ami ugye tudjuk, hogy hangzik, szerintem te idézni is tudod, mert mintha azt látnám, hogy ott van előtted a mondat, el is mondhatjuk, az még jó lesz, de én azt érzem, hogy Ákos nem ezt akarta ezzel mondani. Uh-huh. Ez egy kiragadott mondat, ami nagyon azt jól lehet. Azt mondja, hogy a női principiumot beteljesíteni. Valakihez tartozni, gyereket szülni, és hogy nem ugyanannyit keresni, mint egy férfi, vagy nem cégvezetőnek lenni. Nem kell egy nőnek ugyanannyit keresni. Nem kell egy nőnek ugyanannyit keresni. Igen, de ezt nem úgy mondta, hogy akkor te ne kapjál. Tehát ha valaki ugyanabban a pozícióban ül nőként és férfiként, akkor az ne kapjon a nő annyi pénzt. Azt mondta, hogy szerintem azt mondta, hogy rossz a világ, mert ma vagy azért, mert meg akarod valósítani önmagad, vagy azért, mert rá vagy szorulva, a nőknek vissza kell menni szülés után 1 perccel dolgozni. Érted? Ez a magyar átlag, ez a szomorú magyar valóság, hogy a férfi fizetéséből nem tud kihúzni. Érted? Nagyon kevesen vannak, akik. Igen, én értem, hogy mit mondasz, de szerintem a megfogalmazás akkor is nagyon szerencsétlen. Én megnéztem az egész interjút, én ismerem ezt az interjú sorozatot, ahol ez a fiú csinálja az interjúkat. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy Ákos himsoviniszta, még én nem is nagyon értem, vagy sokszor furcsának találom ezeket a női mozgalmat, akik ilyenkor gyorsan belekapaszkodnak valamiben. Persze. De azért abban igazuk van, hogy nem, tehát hogyha az Ákos azt hozzáteszi, hogy nincs baj azzal, ha egy nő fontosnak tartja a karriert, nincs baj azzal, ha egy nőnek valójában az a kiteljesedés, hogy ő már pedig cégvezető akar lenni, de szerintem egy nő igazi szerep, és az Ákos kicsit kijelentette, hogy a nőknek az a szerepe, hogy, és ez a legfontosabb, hogy a női principium is a szülés. Mi van azzal, aki egyébként nem élete kiteljesedésének tartja a szülést? Mi van azzal, aki egyébként nem azért nem szül, mert mondjuk nem akar, hanem azért nem szül, mert nincs rá anyagi lehetősége, és nem tud gyermeket vállalni? Mi van azon nőkkel, akik úgy döntenek, hogy nem vállalnak gyereket, nem teljes értékűek?
nem nők, azért, mert nekik nincs gyerekük, akkor ők nem tudják beteljesíteni a saját életfeladatukat. Várja, ez a nem nő, ez szerintem, tehát, hogy látod például, egy csomó ilyen címlappal lehet találkozni, meg ilyen szalagcímmel. Ezek azok, amik eladják ezeket az újságokat, ezek, amik like számokat, meg kattintási számokat generálnak. Ez olyan, mint hogy az Ákos nő ellenes lenne. Most nézem az egyik ilyen bulvárlapnak a címlapját is, vagy legalábbis az internetes formájában, hogy Ákos nő ellenes kijelentése, ő nem nő ellenes. Mi is nagyon jól tudjuk, hogy a közvetlen környezetében a közvetlen munkatárs között is vannak nők, nagyon imádja, tiszteli, szereti a feleségét, az édesanyját, ő nem nő ellenes. Egy régebbi interjújában Ákos elmesélte a családi indítatását. Az nem tudom, megvan-e nektek. Jelesül ez úgy szól, hogy neki van édesanyja, mindannyiunknak, aki vezető beosztásban nagyon sokat dolgozott. Ákos nagyon sokat volt együtt gyerekként az apjával, amivel semmi baj nincs az ég világon, de ő akkor elmondta, hogy ő sokkal jobban örült volna annak gyerekként, ha a mama minden nap délután 4-kor hazajön, és vele van. Igen. És nem a karrierjét tolja. Érted? Tehát, hogy ebben is van egy ilyen sztori. Ebben igazad van, hogy Ákosnak ugye a kövér kijelentése nem tett jót. Az egészet ugye ez generálta. Ez már elindított egyfajta érzelmi hullámot, nőkből, férfiakból, mindenkitől, majd erre jött az Ákos interjú. Ugye a kövér azt mondta, hogy ha a lányaink az önmegvalósítás legmagasabb minőségének azt tartanák, ha unokákat szülnének nekünk. Ez egy nagyon-nagyon rossz mondat. Ez az. Nagyon rossz. És ez egy nagyon rossz mondat, és én értem, hogyha valaki azt mondja, hogy persze, hiszen az a nő feladata, de számolni kell nagyon-nagyon sok olyan nővel, aki egyébként valamilyen okból kifolyólag nem tud, vagy nem akar gyermeket szülni. Vagy nem teheti meg. Vagy biológiailag nem tud. Vagy nincs anyagi lehetősége. Kérdezem én, hogy akkor ők nem önmegvalósítanak, ők nem teljes értékűek, ők nem igazi nők. Tehát most én a kövér kijelentéséről beszélek először, és aztán megyünk át az Ákosra. Kettőt nem szabad összemosni, de valóban az egyik hullám generálta a másikat. Ez egy nagyon-nagyon rossz kijelentés, ez egy hibás felvetés, ez egy rossz gondolkodás, és én értem, hogy ő azt akarja ezzel mondani, hogy már pedig a népesség fogy, menjél haza, szüljél. Tehát de gyerekek, ez nem így van, a nő nem egy tenyész állat, a nő nem egy tenyész kanca, nem az van, hogy a tűzhely mellé tűnjél, takarodjál vissza, szüljél gyereket, mert a nő vagy, neked ez a feladatod, azt majd a férfi megvalósít, hozza a pénzt, te meg szüljél, aztán otthon legyél, aztán neveld őket. Ez sötét középkor. Ez a sötét középkor. Tehát adjunk rájuk burkát, rakjuk őket vissza akkor a tűzhely mellé, és mondjuk azt, hogy tenyészállat vagy, hatott szűz, az a dolgod, azért van méhet, szűjjél gyerek. Érted? Ez nem így van. Az a nő is teljes értékű, aki nem tud, vagy nem akar, hangsúlyozom. Nem tehetek különbséget férfiként nő között, aki szül, és nő között, aki nem szül, nem akar, nem tud. De teszem azt föl, hogy mondjuk ő úgy dönt, hogy nem akar. Egy férfi dönthet úgy, hogy nem akar, azzal semmi baj nincs, egy nő nem dönthet úgy, mert akkor ő nem tudja megvalósítani önmagát. Ez tévedés. Mi férfiak mondjuk meg azt, hogy ki a teljes értékű nő, és ki nem. Nem, de ez, hát ez egy rossz, ez egy igazán rossz gondolkodás, és ugyanakkor értem, hogy persze fogy a népesség, de hogy ezt meg tudom úgy fogalmazni, hogy ez ne legyen bántó. És tudom azt mondani, igen, hogy megértjük azokat a nőket, akik önmegvalósítanak, semmi baj nincsen ezzel, mindenki úgy boldog, és mindenkinek a magánügye az, hogy boldog, de milyen jó lenne, ha sok gyermek születne, és milyen jó lenne, ha sok nő érezné azt, hogy fontos az, hogy a gyereket szüljön, mert valóban elment ez egy olyan irányba, hogy mondjuk sokkal több nő akar karriert, nem gondolnám, hogy ezen nők kevésbé lennének értékesek. Ahogy egy férfi dönthet, úgy hagyjuk meg a nőknek is, hogy hagyj döntsenek arról egyébként, hogy ők karriert választanak, szülést választanak, vállalnak gyereket, vagy nem vállalnak gyereket. Nagyon sok oka lehet, nem ítélhetem el őket azért, mert ő úgy dönt, hogy nem szül. Tudom, hogy miért nem szül. Tudom az okát, beszéltem vele. Nem beszéltem vele, nem tenyészállat a nő. Ez az egyik. Szerintem. Az Ákos kijelentése valóban igazán erre a hullámra jött. Igen. Na, csak tehát egy volt már egy felfokozott hangulat, amire jött ugye az Ákos interjú, és a kettőt ugye összekötötték. Nyilván Ákosnak is van egyfajta kötődése a Fideszhez, azért ezt mondjuk ki, ez így van. Igen, tudjuk, és ezért a kettő volt együtt összemosni volt, mert az volt, mintha a kövért erősíteni azzal, hogy ő egyébként megerősíti azt, amit egyébként mint kövér László. Mint lenne egyébként arra, miközben az interjú ráadásul korábban készült. Mikor korábban vették föl, nem is biztos, hogy hallotta a kövér, lehet, egy héttel ezelőtt rögzítették, vagy két héttel ezelőtt csináltak három interjút, tehát a dolog nem szerencsés, mert a kettőt együtt összemosták, és Ákos, mint egy jó pártkotona, olyan, mintha most bólogatott volna egyébként a kövér szavaira, és megerősítette volna ebben. Holott nem erről van szó. Így van. Amit az Ákos mondott, azt én értem, hogy egy kicsit felnagyítják, és belekapaszkodnak, és ezt mondjuk le a koncertet, meg ne menjünk el, ez a része fel van fújva. Tehát azért, ha valaki megnézi az interjút, látszik, hogy nem egy nőgyűlölő, himsoviniszta ember beszél.
De szerintem a nőkkel kapcsolatban akkor is finomabban vagy árnyaltabban kell egy kicsit fogalmazni. Ahogy dolgot. Egyébként most már mi is tudjuk itt a rádióban, hogy azt a bizonyos megszólalást, amikor mi nem nevetünk a megerőszakoláson, azt nem egy zenével, két zenével, hanem fél órával fogjuk ezentúl bármilyen témát elválasztani. Mert hasonló cipőben jártunk, és aki hallotta a megszólalást, tudja, hogy nem nevettünk a dolgon, aki nem hallotta, az belekapaszkodott, és óriási ügy lett belőle. Hasonló az Ákos interjú, hogy meg kell nézni az egészet egyben. Az Ákosnak csak inkább szerencsétlen kijelentései voltak, amiket nem feltétlenül jól egyensúlyozott. Tehát ez a nem az a dolga, hogy annyit keresem, mint a férfi, akkor az én fejemben az a kép van, hogy az a nő, aki annyit keres, akkor az nem keresett, nem érdemli meg, nem jutott el oda, nem a saját erejéből, akkor nem tartom nőnek, hanem az a hát dolga, hogy ne... Hát ez a félreértelmezés, így van. Ez a félreértelmezés a dologban, hogy ő nem ezt akarta szerencsétlen mondani. Mondom én ezt úgy, hogy nem beszéltem erről az Ákossal, de én, sőt, semmiről nem beszéltem vele, de hogy én végig azt éreztem, érted? És látod, mi nem nőgyűlölő, és nem hímsovista, ebben tökéletesen igazad van. És hogy például, hogy ebből az interjúból senki nem vette le azt, vagy nagyon kevesen, hogy gyerekek, hogy milyen jó, hogy valaki azt mondja, hogy legyen olyan családmodell Magyarországon, mert ha akarom, akkor én ebből ezt értem ki, hogy a nő maradhasson otthon 3 évig a gyerekével, amíg az nem megy óvodába. Hogy nevelje, érted? Mert ezt senki nem akarja, igen. Mindenki azt akarja ebből kilátni, hogy az Ákos hímsovinista is gyűlöli. Egy fél mondat tényleg, ez nem családmodell, ez az, hogy nem tudsz megélni, és ezért mész vissza. Persze, hát, tehát, hogy a család beszélek. Az együtt maradna, igen. Csak mi lenne, ez nincs támogatva felülről, hogy már pedig megtehessem, akkor nem tudok, és beadom egy évesen, mert vissza kell mennem dolgozni, de a szívem szakad meg, csak éjjel halunk, ha nem megyek vissza dolgozni. Tessék, de ezt is le lehetne venni az interjúból, hogy de jó, hogy az Ákos ezt mondja, hogy legyen annyi pénze a férfinek, hogyha ő otthon akar maradni, a nő otthon akar. Igen, Ákos kijelentése azért, hogy szerintem az, hogy az nőknek nem az a dolguk, hogy annyi pénzt keressenek, mint a férfiak. Kvázi tulajdonképpen, ha akarom, úgy értem, hogy különbséget teszek nő és férfi között, a férfi itt van fönt, a nő itt van lent, és ez ezért szerencsétlen. Érted? Tehát ez inkább egy szerencsétlen kérdés, hogy a nőnek nem az a dolga. Miért ne lehetne az a dolga? Miért ne dönthetne úgy? Miért baj az, ha egy nő ugyanannyit akar keresni? Miért ér kevesebbet a női munka? Sajnos Magyarországon a férfiak ugyanazon pozícióban jóval többet keresnek, mint a nők, és ez rohadt igazságtalan, és soha nem fogunk felzárkózni, és nem értem, hogy miért nem zárkóztatjuk ezt a dolgot, hogy egy női munka ugyanabban a kategóriában legyen ugyanannyira értékes, mint egy férfi. A mondat inkább szerencsétlen, sem mint hímsovinista, én ezt nem így gondolom, de a nőnek nem az a dolga, hogy ugyanannyi pénzt keresem, mint a férfiak, tágabb ez. Ráadásul nincsen egyfajta ilyen rendeltség, mert nem arról ha van elolvasom, szó. Azt érzem, ha megnézem az egész interjút, tudom, hogy nem, de nem szerencsés fogalmazás. Miért ne lehetne egy nőnek egyébként az a feladat, hogy ugyanannyi pénzt keresem? Miért? Persze. Hát, hogyha itt lett volna még egy fél valaki, mondat, miért? Még a részről, hogy nem az a annyi, dolguk. Hogy... Miért tudom én férfiként, hogy de milyen ha egy nő azt választja, hogy ő dolgozzon, de ha egy nő a karriert választja, azt is tiszteletben kell tartani. Igen. Na, ennyit igen. Elmondott volna még, semmi nincs. Igen, itt a súlyozás, én sem érzem, ez nagy hiszti, ami van körülötte, egy picit, ha ő óvatosabban súlyoz ezzel, akkor lehet, hogy ebből nincs ekkor úgy, ha nincs a kövér kijelentés, akkor meg egyáltalán nincs, nincs belőle. Ákos, egy megosztott személyiség, de meg kell nézni az egész interjút. Zenész, kapcsolódik valamilyen szinten ugyanez a politikai vonulathoz, tehát persze, hogy lehet belőle generálni mindenféle kattintási számokat, meg címlapokat. Igen. Azt, hogy most valaki meg lemondja az Ákos koncertet, azt meg nem hiszem, hogy az valódi lenne. Hát, és miközben ez mindannyiunknak van, valljuk bőszintén, tehát, hogy azoknak is, akik most őt kritizálják, a feministáknak is, a különböző politikusoknak is, a liberálisok, mindenkinek vannak szerencsétlen, béna, elcseszett kijelentései, nyilatkozatai, amikor valamit nem úgy fogalmazott meg, ahogy meg szeretett volna fogalmazni, valamit rosszul mondott, félreértetően, kétértelműen, kifacsarhatóan, kicsavarhatóan. Emberek vagyunk. Igen. Ráadásul van itt egy fontos dolog szerintem, amit nem szabad a nők nyakába válni, és erre a politikusok is nagyon kellene, hogy figyeljenek, és nem értem, hogy miért nem figyelnek, hogy az, hogy ma csökken a népesség, az, hogy ma nem születnek gyerekek, ezt nagyon nagy hiba a nők nyakába varni, és úgy kommunikálni, hogy nem, már pedig ti menjetek vissza a tűzhelyhez. Érted? És a kettőt összemosni óriási hiba. És ezt megteszik. És az egészet kicsit úgy állítják be, mint az, hogy nincs elég gyerek, vagy az, hogy nem születik elég gyerek, az egyébként a nők hibája. Mert ti nők. Mert ti nők akartok karriert, mert ti nők akartok dolgozni.
Arról nem beszélünk, hogy a férfiak se akarnak gyereket, arról nem beszélünk, hogy férfinő együtt dönt úgy, hogy nem tud gyereket vállalni, mert nincs rá anyagi lehetősége, vagy nem tudja felnevelni, vagy nem tudja megadni azt az egzisztenciális biztonságot, hanem kvázi mit mondok, azt kommunikálom, hogy ti nők tehettek róla, hogy nem születik elég gyerek. Ez egy szemét dolog, mert ez nem így van. Nem, mert férfi és nő is együtt dönt, és legalább ugyanannyi férfi sem akar már gyereket, vagy nem tud, vagy nem akar, vagy nem vállalhat, vagy nincs lehetősége, mint amennyi nő. Tehát ezt az egészet összemosni azzal, hogy ti nők nem szültök. Hát, mert ti nők labdát, hogy... egyébként elmentek dolgozni ahelyett, hogy szülnétek, ez egy hazug világ, mert ez nem erről szól. És valójában nem ez történik, hanem párok közösen döntenek úgy. Nyilván egy-két nő is megvannak, de hogy ezt egyértelműen nem lehet csak a nők nyakába varni. Mert ez nem így van. Ez egy közös döntés. Hogy nem? Meg tényleg vissza lehet dobni a labdát, hogy jó napot kívánok, akkor tessenek meg biztosítani az egzisztenciális feltételeit annak. Hogy lehessen két gyerek, három gyerek, négy gyerek, de sokan azért nem vállalnak még egy gyereket, mert egyszerűen nem tudnak fenntartani a családot. Igen. Igen, Ákos, most egyébként szerintem hasonló cipőben van, mint amiben egyébként mi jártunk, hogy aki nem hallotta, meghallgatta, aki meghallotta, az alá kommentelt, gyerekek, hallottam, nem ezt csináltátok, aki nem hallotta, az ízekre szedett minket. Én azt mondom, hogy fogalmazásilag lehet, hogy szerencsétlen volt, de itt azért szó nincs arról, hogy hímsovinista lenne. Érdemes az egész interjút megnézni, ez az Echo TV-n készült vele, fél órás, 40 perc, és érdemes az egészet végignézni. Szerintem én azt gondolom, hogy egy közszereplőnek egyébként sokkal inkább lehet ilyen típusú magánvéleménye. Én az ilyen típusú politikai véleményeket sokkal kevésbé értem, és sokkal érzékenyebben reagálok rá, és szerintem a nők is, és mindenki. Mert az, hogy zenész vagyok, de ezt gondolom, ez rendben van. Vagy rendben lehet, vagy jobban elfogadható, hogy valaki ezt gondolja, ez a magánvélemény, szeretem, vagy nem szeretem a zenéjét, nem mondott olyan durvát. De politikusként ezt mondani a nőkről, és a nők szerepét tenyészkancaként beállítani, és visszazavarni őket a tűzhely mellé tényleg szinte burkában, ez viszont hát a kövér mondat az igen, az tízszer annyira volt kemény, mint igen. Az Ákosi. Ákos, mint közszereplő, mondta el a saját véleményét. Még egy dolog például, nagyon sokan hivatkoznak erre a bizonyos szegedi Kovács Ákos Facebook oldalra. Az nem tudom, megvan-e, ugye az ők, valami... most jön a csavar benne, ők buzdítottak arra, hogy váltsuk vissza a jegyeket, és erre sokan hivatkoznak, hogy már a szegedi rajongók is elhagyták Ákost. Csak szeretném tudatni, hogy az egy ellen Facebook oldal. Tehát, hogy az nem Kovács Ákos rajongói oldala, ők azt azért csinálták, hogy az Ákost rugdossák. Érted? Uh-huh. És most, tehát, hogy ennyire néz az emberek nagy többsége utána a sztorinak, hogy azt mondják, hogy már persze. A szegedi rajongók se jönnek el a koncertre. Igen, de a második, harmadik azok... átlinkelésnél, igen. Hivatkozásnál már ez mind ez már nem lesz eltűnik, lényeges. Már akkor ez nem már nem lesz lényeges. Vele, lehet belőle csinálni majd egy címlapot. Így van, és az interjú se lesz lényeges, ugye? És ha például Kovács Ákos menedzsmentje egyébként ezt az oldalt felszólítja, hogy ne rakják már ki a énekes képét, mert hogy esetleg az jogokat sért, akkor szerintem az valahol az jogos. A jó rész nőkből álló menedzsment egyébként. Igen. Na, én tényleg érdemes az egész interjút megnézni, és akkor úgy tud mindenki dönteni, aztán mindenki eldönti igazságérzetének megfelelően, hogy mit mondott. 3:10 lesz, pontosan 4 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. 3:10 múlt pontosan 1 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk, miről volt szó ma reggel. Bartók Annával beszélgettünk, a Star Wars film forgalmazójával, mert hogy egy nap és a mozikban van ugye a Star Wars. Aki 7. Már tudja, hogy ki a fekete maszkos Sith. Így van, a Forum Hungary marketing és kommunikációs igazgatója volt, és megkérdeztünk tőle olyan dolgokat, hogy jut el a kópia Magyarországra, hogy hozzák, mint hozzák, hogy oldják meg, hogy senki ne lássa, és hát milyen koordinációs feladatokat igényel a dolog. Egy csomó érdekes dolgot megtudtunk, amit egyébként nem. Hogy nem másolják le, hogy csinálják úgy a szinkront, hogy senkinek nem áll össze az egész, és milyen szerződéseket írhatnak alá például egy szinkron rendezővel, aki látja az egész kópiát. Hogy egyszerűen 4-5 fekete lesötített barkaszt indítanak útjára Ferihegy egyről, hogy ne tudják, hogy melyikben van az igazi. Ha igen. Erről volt szó, valamint céges karácsonyi ajándékokról is beszélgettünk, mert egy amerikai cég az 1381 dolgozójának fejenként 100 000 dolláros, mintegy 29 millió forintos bónuszokat oszt ki év végén. Egy magánolajcég vezetője döntött így egyébként. És hát egy kicsit fantáziálgattunk, elképzeltük, hogy milyen lehet, aztán visszarántottuk magunkat a nagy magyar valóságba, és arra kértünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk a legelképesztőbb, legmegmagyarázhatatlanabb karácsonyi ajándékotokat. Amikor tényleg azt gondoltátok, hogy ha ezt kapom, akkor inkább jobb lett volna, ha semmit nem kapok. Hát ha valaki úgy érzi, hogy esetleg az ő munkahelye a legrosszabb, és biztos, hogy
az ő sorsa a legrosszabb, és nála nincs szerencsétlenebb munkavállaló, akkor hallgassa meg, milyen SMS-eket kaptunk. És lehet, hogy egy kicsit jobb kedve lesz. Nem? Szebb lesz a karácsony ezután, a best of után. Még az is lehet, hogy kicsit értékelni fogod a munkahelyedet, igen. Na, jönnek a nap legjobb pillanatai már is. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 4 perc van pontosan 10 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Ciao. Mi újság? Elfelejtettem felhívni a kisebbi fiamnak az edzőjét, most jutott eszembe, azt még gyorsan el kell intéznem. Tegnap volt ugyanis a klubnál, ahol fociznak a srácok, az RTK-nál az évzáró. De pont tegnap volt a karácsonyi buli is a suliban, a kisebbi gyermeknél, és mire odaért, addig valahogy az edző elkeveredett, és ő nem kapta meg az ajándékot, amit mindenki kapott, minden gyerek, egy sportszárat, egy értékes sportszárat, és azóta egyszerűen nem szólal meg a gyerek. Tehát ő olyan szomorú, mert azt gondolja, hogy neki nem jutott. Pedig csak egyszerűen... Nem járt. Ugye? Gólok után kapták? Nem. Hát a gólok után kapták volna, akkor neki több lenne. Nem férnénk be a házba. De elfelejtettem most felhívni az edzőt. Ez most jutott eszembe, hogy gyorsan ezt pótolni fogom. Te veszel neki sportszárat? Ne, hát biztos ott van az edzőnél. Hát nem az van, hogy aki gyertek gyerekek, és azt akinek aki korábban jön, annak kettő jut. Mindenkinek van, csak mondom, Dudi egy kicsit késett, mert hogy a suliban is teljesítenie kellett. Azt hiszem, csak azért akarsz az edzővel beszélni, hogy szerinted sok az, hogy azt kiabálj be a pályára, hogy törd el a lábát, törd el a lábát. Igen. Igen, de visszatérve még egy fél mondatra már az Ákosra nem akarom már húzni, mert nem is akarok semmi jött vezetni. Nagyon sokan kérdeztétek, hogy miért nem szólaltatjuk meg ilyenkor. Higgyétek el, mondom, hogy ez nekünk persze műsorkészítőként azért abszolút eszünkbe jut, tehát ne hiányosságnak érjétek meg. Megfordult a fejünkben. Szeretünk ilyen helyzetekben bárkit, akiről beszélünk, megszólaltatni. Ákos azt mondta, hogy ő ebben az ügyben se nekünk, senki másnak nem nyilatkozik. Egyelőre nyilván lehet, hogy valamikor igen, valamikor nem, de meg akartuk szólalni, nem azért nem szólaltattuk meg, hogy mi hárman fejtsük meg, hanem mert nem volt rá lehetőség. Csak látom az SMS volt, hogy miért nem Ákos, hát ugye hülyék vagytok, eszetekbe se jut. Gondoljatok arra, hogy mi van, ha eszetekbe jutott. Vagy mi van, ha eszübe jutott, csak mondjuk Ákos nem szólal meg, és akkor utána küldjetek az SMS. Ez az oka egyébként, hogy Ákos nem szólaltattuk meg, nyilván szerettük volna. Na, hívjuk a naphallgatóját. Halló? Ha, jaj, meg rányomtam a tapsot. Hello, ciao. Nem írtad alá. Csabi, Jani, Feri, Balázs, hello. Morning show. Nem vártad. Hát 3-4-8-kor küldted az SMS-t, már lehet el is felejtetted. Igen. Hogy hívna? Varga Viktor. Viktor, Varga Viktor. Viktor, hello. Hát, csak nem az énekes. Nem az énekes, igen. Nem, aki felmászott a Párizsi Múzeumban. Igen. Figyelj, ugye egy mondatban kellett leírni Ferinek, hogy miről szól a Csillagok háborúja, mert hogy Ferit lehet, hogy elmegyünk holnap egy sajtóvetítésre, és Ferit képbe hozzuk. Egy mondatot írtál, nagyon szerettük. Darth Vader rég nem látott szeretett fiát, szeretné bevonni a családi üzletbe. Zseniális. Erről szól a dolog, így van. Viktor, hát így van. Jól leírtad egy mondatban, csak hát nem mondtad, hogy morning show. Hát sajnálom, attól függetlenül örülök neki, hogy legalább beszélhettem veletek. Hát mi is örülünk. Elfelejtetted, vagy már annyira belemerültél a munkába, hogy nem is számítottál rá? Így van, már teljesen benne vagyok a munkában, aztán azért nem is gondoltam rá. Elvittem a gondolataidat a bőkezű karácsonyi ajándék a cég részéről. Ne, igazság szerint a mi cégünk az abszolút bőkezűen az alkalmazottakkal, úgyhogy nálunk szerintem erre nem lehet volna. Az 13. fizetése, úgyhogy... Az igen. Ott áll a főnök mögötted. Igen. Mondjad, Viktor, mondjad! Köszi, hogy minket hallgatsz. Kellemes ünnepeket neked. Ciao. Köszönöm szépen. Kellemes ünnepeket nektek is. Hello. Szia. Na, Csabi, kell meg zenék? Karácsony van, vagy hát ugye folytatódik a Klassz Karácsony 2015, úgyhogy megint egy karácsonyi dalt fogok ajánlani. Ezekkel játszani is fogunk továbbra is, tehát nagyértékű nyereményeink vannak, plusz valódi koncertélményt adunk. A kedvencemet hozom a karácsonyi dalok közül. Nem mai darab, sőt elég régi, de nekem ez a hangulat, ez már a karácsony. Chris Rea. Driving Home for Christmas. Oh, az anyja úr. Oh, Road to Hell. Nem is tudok mit mondani erre. Nekem ez az igazi karácsonyi dolog.
Meghallgatjuk. Csabinak kívánság műsora. 555-55-00 a telefonszám, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli